Akkor marad a Márk evangélium második része. Kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, az a Márk evangélium második részénél nyissa meg, ha nincs, akkor majdnem mondtam, hogy bujod a melletted levőz, és nézd bele az őjébe, de tudom, a hülye másfél méteres távolság, persze értem, de oldjátok meg, úgyse látnak benneteket. De egy Bibliát tudok adni bárkinek. Márk evangélium második rész, első fejezettől. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, már Jézus, és meghallották, hogy otthon van, és azonnal rengetegen összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és Jézus elkezdte az igét hirdetni nekik. És jöttek hozzá, egy gutaütöttet hoztak, akit négyen emeltek, és mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek a gutaütöttel hozzá, megbontották a háznak a tetejét, a födémét, ahol ő volt, és rést törtek rajta, leeresztették az ágyat, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azok hitét látva mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátattak neked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, és a szívükben így okoskodtak. Milyen dolog, és milyen káromlásokat szól ez? Kicsoda bocsáthatja meg a bűnöket, hanem egyedül az Isten? Jézus azonban azonnal észrevette az ő szívével, lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és a következőt mondta nekik, miért gondoljátok mindezeket a szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom a gutaütöttnek, hogy megbocsátattak neked a te bűneid, vagy azt mondanom, hogy kelj fel, vedd a te ágyadat, és menj haza. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a gutaütöttnek, mondom neked, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, felvette az ágyát, kiment mindenkinek a szeme láttára, és úgy, hogy mindenki elálmélkodott, vagy más fordításban tátva maradt a szája, és dicsőítette az Istent, ezt mondták, soha sem láttunk ilyet. Amen. Ezt a történetet azt gondolom, hogy azért helyezte Isten a szívemre, mert nagyon sokan az elmúlt, azt gondolom, hogy egy-két évben nagyon sok információ eljut hozzám, és látom, hogy gyülekezetekből kijönnek emberek, otthon ragadnak emberek, házi csoportokba mennek emberek, tanástalanul állnak emberek, és tulajdonképpen az évtizedeknek, az éveknek a megszokott menetrendjét, koreográfiáját, magunk között vagyunk, hívhatjuk így vallásosságát, próbáljuk levetkőzni, és próbálunk helyette valami olyan utat találni, ami más, mint a régi, de igazándiból nem tudjuk, hogy mi az, és ezért néha-néha ilyen vegyesen visszanyúlunk a régi mechanizmusokhoz, mert azok mégiscsak olyan biztosak. És ez az ige, ez, én azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglalja, és majd, ha Isten ad erőt, és a végére érek, akkor meglátjátok, hogy nagyon összefoglalja mindazt a kérdést, ami lehet, hogy a ti szívetekben is benne van, hogy mi az ezekben az időkben, amikor minden omlik szét körülöttünk, a biztos pontok azok úgy mennek széjjel. Igazándiból nem lehet, épp gondolkodtam rajta, régi rendszer hívőket, hogy sajnálom, akkor még föl lehetett állítani 3 éves, 5 éves terveket. Hát, testvéreim, a heti tervek egész jónak minősülnek már, de a havi mindenképpen jónak minősül. És ebbe a bizonytalan világba, amikor tényleg az ember körül minden forog, amúgy ugye szerdán beszéltem erről, hogy nem véletlenül most fel fognak értékelődni a pátriarkák, ugye Ábrahám, Izsák, Jákob, József, mert ők az Ószövetségben a legjobban hozzánk hasonlítanak. Miért? Mert ők még nem törvényi alapon közelítették meg az Istent, hanem ők ugyanúgy hit alapon kellett megközelítsék, mint neked vagy nekem. Itt még a törvény előtt vagyunk, természetesen voltak Istennek kijelentései, kinyilatkoztatásai, de kimondoltan a hit által lehetett megragadni az Istent. És ugye épp szerdán beszéltem róla, hogy Ábrahámnak ad egy ajánlatot az Isten, azt mondja Ábrahámnak, ugye, mi sokszor karizmatikus keresztények örültünk annak, hogy az Istennek csak az ígéretei az igazak, és feltételei nincsenek ezeknek az ígéreteknek. Hát te se akarsz a gyerekedből korcsot nevelni, hogy csak ígéretet adsz neki, és azt megadod, és nem támasztasz feltételeket. És ezért ugye Ábrahámnak ad egy 3-as ígéretet, amiben azt mondja, hogy megsokasítja az ő magját,
azt mondja, hogy ad neki egy új hazát, és azt mondja, hogy annyira meg fog sokasodni, még a környező nemzetek is áldást fognak belőle venni. Aztán utána 25 év szünet. Nagy csend. Az ígéretek sehol, az ablakban. Ábrahám mindegyik feltételt betöltötte, ott hagyta kora fejlett városát, kiment a pusztába, sátorba, mindegyik feltételt betöltötte, és az ígéret az ablakba. Épp mondtam itt szerdán a testvéreknek, én ezért nem vagyok Ábrahám, én ezt a szerződést Istennel nem írtam volna alá. Ez egy előnytelen szerződés volt. Miért? Mert ha az ember ésszel, és az agyával, és a tapasztalataival akarja megközelíteni, akkor azt mondja, hogy Isten, ez egy rossz feltétel. Hát én megteszek mindent, én ott hagyom a biztost, a tutit, elmegyek oda, ahova te mondod, ráadásul olyan helyre, ami már teli van, nem is üres. Aztán a többi ígéret az ablakba, az asztalt is csak nézegetem, és sehol a gyerek, semmi nincsen. Aztán a Hágára meg ránézek, ott meg jön mindjárt a gyerek, aminek nem kéne. Szóval az egész úgy felborult. Isten, mit akarsz te? És ugye itt lehet megérteni, a hit az egy kicsit másképp szemléli az Istennel való kapcsolatot, és másképp szemléli az Istennek a szavát. És nektek is csak azt tudom tanácsolni, és természetesen magamnak is, hogy olyan idők jönnek, amikor jobban rá leszel szorulva a hitedre, mint az elméd gondolataira, vagy az érzéseidre, mert egyszerűen elmével és gondolatokkal és érzelmekkel nem lehet majd megmagyarázni a körülötted lévő eseményeket. Ugye, hogy Ábrahám sem tudta megmagyarázni, és ezért be fog lépni a hit. Ugye a történet azért fontos, mert Máté evangélium 9. része és a Lukács evangélium 5. része is lejegyzi ezt a történetet. Ez a három evangélista, ez együtt látta az eseményeket, és ha mind a három lejegyzi, akkor érdemes odafigyelni arra a történetre, mert akkor ennek a történetnek különleges mondani valója és különleges üzenete van a számunkra. A gutaütött ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy miért gutaütöttnek fordítják, az eredeti fordításban paralízises szó szerepel. A paralízis az azt jelenti, hogy meg vannak bénulva a végtagjai. Ugye mit jelent, hogy általában ugye azért hívták gutaütöttnek, mert ugye a legtöbbször a bénulás még a mai tudásunk szerint is egy agyvérzés okozza, amelyik az embernek valamelyik féltekét lebénítja, vagy talán az egészet. És ezért ugye a gutaütöttet inkább az agyvérzéshez kötötték, de mivel ugye attól, hogy csak elmebeli gondjai lettek volna, attól még járni tudott volna, de azt látjuk, hogy ez nem tudott mozogni és menni, hanem úgy vitték oda Jézus elé. Ugye a lebénulás, képzeljétek el, abban a korszakban, amikor nem volt tömegközlekedés. A lebénulás abban a korszakban, amikor két város között kimondottan gyalog lehetett mozogni, a szamár az már csak a felső 10 000-nek adatott meg. Tehát ebben az időszakban ugye a munkavégzés kézzel történt, és a lábát kellett használnia hozzá. Ebben az időszakban a bénulás, az amikor nem mozogtak a végtagok, ebben minden korban borzalmas lehet, de ebben az időszakban tulajdonképpen egyenlő volt majdnem a halálos ítélettel. Ráadásul még egy baj volt ezzel, hogy abban a korban, ebben az ókori időszakban azt tartották, hogy akinek ilyen betegsége volt, és különösen a zsidó kultúrában is ez volt, hogy akinek ilyen betegsége volt, azokról mind azt hitték, hogy valami mély, őseitől örökölt bűnök vannak az életében. Gondoljatok csak bele, amikor a vakon születettet meggyógyítja Jézus, akkor mi az első, amit kérdeznek a zsidók, hogy vajon eznek a szülei, vagy a nagyszülei, vagy akármilyen őse mit csinált. Tehát rögtön, amikor valakinek valami baja lett, akkor ráverték azt a bélyeget, hogy azért, mert bűn van az életében. Képzeljétek el azt a sorsot, amikor úgy születik valaki, hogy lebannak vénulva a végtagjai, vagy menet közben lebénulnak a végtagjai, és akkor megjönnek a hozzá legközelebb állók, a hittársai, és azok nem azt mondják neki, hogy miben tudunk segíteni, vagy hordunk viszünk, hanem azt mondják neki, hogy azon gondolkodjál, még itt fekszel bénulva, hogy milyen bűnt követtek el a te elődeid. És tulajdonképpen ezeket a személyeket átkozottnak tartották, ugye a bűnt, a betegségeket, ezeket a nyomorúságokat az átokból vezették le. A János evangélium 5. részében az első verstől kezdően olvasunk egy hasonló történetről, az a Betesda tónál játszódik. És ugye azért vonok a két történet között párhuzamot, és azért említem meg nektek, mert kísértetiesen ott is van egy ember, aki le van bénulva, és ha elolvassátok a történetet, akkor nagyon érdekes, de a két történet között egy nagyon pici apró különbség van, és én erről a nagyon pici kis mágszemnyi különbségről szeretnék beszélni. Az az ember, aki a Betesda tónál feküdt, az a következőt mondta, amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy meg akarsz-e gyógyulni, az azt mondta, hogy nincsen emberem, aki oda vinne engem a tóhoz. Ez az emberünk, ez között az a különbség és a Betesda embere között, hogy ennek volt 4 darab embere,
Négy darab ember, aki fogta az ágynak a négy sarkát, most itt ne egy baldahinos francia ágyat képzeljetek el, egy ilyen tábori kis összehajtható valami kis nyoszolyát, és ennek az embernek ugyan volt négy darab embere, és ezért ugye én felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy a két életút között mi a különbség. Mi a különbség, amikor van valakinek embere, aki a nyomorult helyzetben segítséget tud neki nyújtani, és mi a különbség, amikor nincs valakinek embere. És ezért, testvéreim, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Jézus, amikor elküldött bennünket és tanítványokká, azt mondta, hogy tegyünk tanítványokká embereket, és mi is kezdünk, vagy kezdtünk tanítványokká válni, megnézitek a legvégén ennek a tanítványá válás történetnek, mikor már minden sztori lefut, már mindenki halálra szenved, nyög, már minden elmúlik, minden megtörténik, akkor nagyon érdekes, hogy Jézus ezt az egész kerek tanítványság mozgalmat úgy zárja kerekre, hogy igazándiból abból fogom én meglátni, hogy ti tanítványokká váltatok, hogyha valaki szükségben van és kér egy pohár vizet, vagy kér egy tányér ételt, vagy elét hozom én, akkor te azzal hogy fogsz bánni. Vagy mi kevésbé fogják megkérdezni a teológiai végzettségedet, nem fogják megkérdezni a gyülekezeted típusát, formáját, alakját, nézését, járását, semmit, tehát nem fogják megkérdezni, hogy miért ilyen nagy az orrod, vagy kicsi, miért vagy magas, vagy alacsony, ez nem lesz lényeges. Ezt a kérdést teszi föl a két részre szakadt hívő társadalomnak, hogy gratulálok, örülök, te észrevetted, velem cselekedted meg, és a másiknak pedig azt mondja, hogy hát ezt benézted, és nem vetted észre. És nézzétek, ez a két ember, ez a két lebénult ember, ez pontosan ezt példázza. Jézus ezért nagyon érdekes, amit mond, hogy felteszi a kérdést, és olyan érdekes, hogy mindegyik embernek feltette a kérdést, ugye ennek az embernek ez az egyedüli talán a Bibliában, akinek nem tette fel a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. A Betesdatónál feltette, akivel találkozott, mindjárt Jézus nem kajakra gyógyított, mint ugye a mai sztár gyógyítók, akik jönnek, ha akarod, hanem megy rád és teszi rád a kezét. Én emlékszem, voltam egy ilyen gyógyító alkalman, és hát láttam, hogy necces volt a gyógyító, tehát, hogy mindent tudott, csak gyógyítani nem. És emlékszem, már a feleségemmel így menekültünk be a sor közé, és ugye abban az időszakban a legjobb dolog volt, hogyha, hogy mondjam ezt, hogy ne sértsek meg senkit, a betöltekezettet tettettél, és feküdtél a szék alatt, mert akkor biztos, hogy nem nyúlt hozzád senki, mert azt mondták, hogy te már rendben vagy. Amúgy ez egy tök ciki dolog volt, hogy felnőtt korban ilyet játszottam, de hát ez az igazság. Ez az igazság. Ezt utólag így el lehet mondani, hogy ez volt a sajnos az igazság. És ettől az embertől Jézus nem kérdezi meg, mert ha visszaemlékeztek az ígére, amit felolvastam, egy nagyon kúcs dolgot mond ki, amire tényleg felhívom a figyelmeteket, és majd meglátjátok, ez választ fog adni minden kérdésedre, hogy mi a te küldetésed, mi a te feladatod, mit vegyél te észre. Azt mondja, hogy a bűnöknek a bocsánata, és figyeljetek, a sorrend is nagyon fontos, mert itt nem a gyógyulással kezdte Jézus, hanem a bűneit bocsátotta meg először. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a bűneidet miért bocsátottam meg, azért, mert annyira hittél. Figyeljetek, egy olyan ember, és tudjátok, ezt mi néha keresztények nem tudjuk szeretettel és részvéttel fogadni, azt mondjuk, hogy mi nem szeded össze magad, stb. Stb. De egy olyan ember, akinek évek óta vagy évtizedek óta megvan bénulva a keze, lába, azoktól az alapvető körülményektől, ami neked minden nap megadatik, hogy beadod a kezeddel, tudjátok, néha úgy gondolkodunk, hogy miért lehet hálát adni. Például nagyon nagy hálás dolog, hálás azért, hogy én megfoghatom ezzel a kezemmel a kenyeret, és a saját számba berakhatom, és nem valami nővérke teszi be ezt a számba. Egyszer 20 évvel ezelőtt elvágtam ezt a kezemet, de ripityára vágtam, úgyhogy nem mozdult. És annyira hálás vagyok, hogy összerakták ezt a kezet, és azóta tudom értékelni, hogy mozognak az ujjaim. Hogy mekkora dolog ez, hogy te ezeket önállóan el tudod, hogy önállóan ellátod magad. Ugye egy idős ember, mindig amikor ilyen idősekkel beszélek, mindig sóhajtoznak, hogy aranyoskám, kicsi a nyugdíj, nehéz, stb., de hálás vagyok, mert el tudom látni magamat. Tudjátok, hogy felértékelődik ez a dolog, amikor az embernek még mozog a keze, mozog a lába és mozog mindene. És ezért ugye nagyon sokszor nem tudunk egy ilyen részvéttel fordulni ezekhez az emberekhez, és nézzétek meg, Jézus nem meggyógyítja, és ezt csak felszeretném hívni a figyelmet, hogy mi megszoktuk azt az elmúlt évtizedekben, hogy az áldás, az anyagi, a gyógyulás, hogy mindig valami kézzel fogható dolog legyen, és itt Isten fia egyértelműen rögzíti, hogy az ő számára, hogy egy ember életében megtörténjen, az a legfontosabb dolog, hogy a bűnei
legyenek megbocsátva. Ha megvannak bocsátva a bűnei, akkor mindegy, hogy színes vagy fehér, mindegy, hogy gazdag vagy szegény, mindegy, hogy zöld vagy kék, férfi vagy nő, gyerek vagy teljesen mindegy, hogy kicsoda, ha a bűnei megvannak bocsátva. És itt egy dologra felhívom a figyelmeteket, ami a mai üzenetemnek a legfontosabb mondani valója, hogy azt mondja, hogy a bűneidet azokra nézve, azok hitére nézve bocsátottam meg, figyeljetek, ez egy kardinális kijelentés, annak a négy embernek a hitét néztem, aki téged idehozott. És ez miatt, hogy ez a négy ember ennyire kitartó volt, ez a négy ember ennyire bízott abban, hogy te oda fogsz jutni elém, ezért én neked őrájuk nézve megbocsátom a bűneidet. Ezért testvéreim, nagyon felértékelődik az, hogy mi valakinek az emberei vagyunk-e. Eddig mindig úgy gondolkodtunk, és a keresztény gondolkodásmód az elmúlt évszázadokban arról szólt, hogy majd mi megnövekszünk, nagyok leszünk, és akkor lesznek embereink. Lesznek a gyülekezetből, akik jönnek, akik majd szolgálnak, mindig jönnek újabbak és újabbak. És nagyon érdekes az isteni megközelítés, az Isten azt mondja, hogy te akkor tudod őt szolgálni, ha te valakinek az embere vagy. Ezt nagyon ki lehet forgatni, de ugye kinek az embere kell, hogy legyél? Annak, aki rászorult. Volt egy másik ember, ugye Fülep történetéből tudjuk, volt egy szerecsen komornyik, aki olvasta Ézsaiás könyvét, ahhoz kapott némi fakultatív segítséget, mert nem nagyon értette, és figyeljétek, amikor ez az ember önálló hitre jutott, mert a kérdést, amit feltett Fülepnek, hogy van-e annak akadálya, hogy megkeresztelkedjek, azt nem az Anyaszent Egyháza tette fel ezt a kérdést, hanem ő saját maga tette fel. És mit mondott erre Fülep? Semmi akadálya nincsen. És figyeljétek, egy csodálatos történet, ugye, mi főleg karizmatikus háttérből jövök, mi mindig a Bibliából az ilyen lényegi, számunkra lényegi dolgokat vettük, hogy repked, elragadhatik, stb. És ugye itt elakadtunk Fülepnél, hogy elragadhatott. De miért ragadhatott el Fülep? Azért, mert az ember, aki följött a víz alól, az onnantól kezdve már hitt az Istenben, és tudta járni az önálló és saját útját. És ezért egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azért kell, hogy egy másik embernek az emberei legyünk. Miért? Azért nagyon fontos, mert ugye látjátok, hogy a négy férfi hitét látva Jézus megbocsátotta a bűneit, és még egy nagyon fontos dolog van, hogy meg is szabadította ettől a betegségtől. Ugye, ha belegondoltok, és ez azt gondolom, hogy talán nagyon sok rossz fényt vetett a kereszténységre, hogy hirdettük és hirdetjük Jézus Krisztusba vetett hitünk által a gyógyulást, a szabadulást, a betegségekből való fölállást. Ugye a videókon ma már lehet látni, és csak az a szörnyű benne, hogy mindig tőlünk 6-7-8 ezer kilométerre történnek ezek a csodák, soha nem a mi termünkbe. Szóval ez mindig megdöbbentő számomra, de én mélységesen hiszek ebben, és nézzétek meg, hogy ma ugyanilyen időszakot élünk, hogy akár ha csak a szűk keresztény környezetedet megnézed, óriási szükség lenne gyógyulásokra, óriási szükség lenne szabadulásokra, óriási szükség lenne olyan valóságosan megtörténő, nem kamukra, szóval nem ilyen, hogy jönnek ezek a nagy amerikak, elfújják a Covidot, hát nem tudom, vagy keveset fújtak, vagy még nem volt elég szél a szájukban, mert ez még mindig itt lebzsel, de ugye ha valami olyasmire, ami tényleg megtörténik. Tehát, hogy nem ilyen, hogy jaj, majd akkor, majd megmagyarázzuk, hogy most miért nem és holnap, hanem hogy ott, abban a szent pillanatban, amikor azt mondják, hogy vedd fel a nyoszójádat és menj haza, akkor te neked nem úgy mész haza, hogy jaj, de jó, már nagyon közel, már mozgott a kis ujja, már a lábát letette, na talán két év múlva, nem, hanem ott előtted megtörténik. Hogy úgy állsz föl te is, ugye, hogy ezek az emberek mit csináltak, tele voltak indulatokkal, érdekes, figyeljétek, itt ebbe a pillanatban elfelejtették, hogy mi volt a szívükbe. Mi volt a szívükbe? Ki ez a veréb, aki megbocsátja a bűnöket? Ki ez? Ez megint fölénk akar emelkedni. Egy újabb Mózes. Egy újabb. És ott mit hallunk, mikor ezt meglátták, mi történt? Tátva maradt a szájuk ezeknek az embereknek. És ugye nagy kérdés ez, hogy mi ez? Mert hirdetjük, olyan szépen imádkozzunk, nem? Meg fog gyógyítani az Úr. Fel fogsz támadni a halálból. Ugye bátrabbak ma már halottakat is támasztanak. Igaz, hogy nem támad föl, de megpróbálják. Mi ezzel a baj? Ezzel az a baj, testvérem, hogy lejáratodik az egész, és olyan, mintha soha nem lett volna valóságos. Ezért ugye a környezetünk tele van bizony ilyen emberrel, és tudjátok, a legtöbbször a visszavonulásunkat az okozza, hogy igazándiból nagyon sok helyzetben érdemben is segítséget nem tudunk nyújtani.
És ez nagyon-nagyon hiányzik. És ahogy ez a két történet ugye 2000 évvel ezelőtt megtörtént, ezért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy felelevenítsük, hogy mi is ennek a mondani valója, és ezért látjátok, hogy egy embernek a gyógyulásában nagyon nagy szerepet játszik, hogy van-e embere, van-e valaki, aki hordozza, van-e valaki, aki segíti, van-e valaki, aki támogatja, és van-e valaki, aki küzd érte. Amikor feltesszük a kérdést, hogy mi a mi szolgálatunk? Az lenne a mi szolgálatunk, vagy az volt a mi szolgálatunk? Évtizedeken keresztül, hogy elmentünk, valahová leültünk, meghallgattuk az aktuális csávót, aki nagyon hős volt, vagy nagyon más volt, új dolgokat mondott, vagy régi, teljesen mindegy. Ennyi lenne a szolgálatunk, és hazamegyünk, és várjuk azokat a betáblázott alkalmakat, a hétfői imákat, a keddi ilyeneket, a szerdait, a csütörtökit. Ez lenne a mi szolgálatunk? Itt az ige teljesen másról beszél. Itt azt mondja, hogy rengeteg szükségben lévő ember van, és mindegyik szükségben lévő ember mellé Isten úgy gondolja, hogy azok, akik hitre jutottak, azok lesznek az ő embereik. És ez egy nagyon-nagyon mély kijelentés a Bibliába, és itt fel kell tennünk a kérdést, hogy vagyunk-e mi valakinek az emberei? Küzdünk-e mi valakiért? A küzdelem nem ilyen, hogy na, háromszor megpróbálom. Ugye, hogy próbáltak a mai gyógyítók? Kétszer rátették a kezét, nem sikerült, mit mondtak? Azt mondták, hogy tróger voltam, és becsaptalak. Én ilyet nem hallottam. Mit mondtak? Nem hittél. És akkor jött a régi ószövetségi fordulat. Biztos bűn van az életedben. Hát testvérem, akinek meg van bénulva a keze, lába, és csak a szája mozog. Csak úgy megkérdezném, hogy mi az a rendkívüli nagy bűn, amitől ne szabadulna meg azért, vagy amit ne dobna oda azért, hogy újra mozogjon a keze és a lába, hogy újra élete legyen, hogy újra egészséges legyen. És ezért ugye fontos feltennünk a kérdést, amit itt ez a két történetnek az összehasonlítása feltesz, hogy vagyunk-e mi valakinek az emberei, hordozzuk, segítjük, és tudjátok, ha így gondolkodunk, akkor ez egybecseng Jézusnak azzal a kijelentésével, amit mondott, hogyha egyel megtettétek az én atyám fiai közül, akkor olyan, mintha velem tettétek volna meg. Ugye lefordítva, hogy van-e embere, az mit jelent? Az azt jelenti, ugye megpróbálták ezt a tanítványság mozgalomban, egy kicsit kisiklott ez a van embere, mert amikor az egyik elkezdte segíteni a másikat, akkor egy idő után fölé keveredett, egy idő után megmondta neki, hogy ki lesz a férjed, a feleséged, megmondta neki, hogy hol lesz a munkahelyed, megmondta neki, hogy mit kell csinálni, tulajdonképpen manipulálta, befolyásolta, szétzúzta a lelkét, a szívét. Itt amikor van emberem, itt nem erre gondol a Biblia, hogy itt mi valami manipulációt gyakorlunk a másik felett, hanem akkor, amikor ez az ember szükségben van, akkor én képes vagyok érte úgy küzdeni, mint saját magamért. Tudjátok, ott vesszük először észre, hogy föltudtuk, az imádban veszed először észre, hogy mennyire vagy magaddal elfoglalva, és mennyire tudtad föladni magadat, hogy miről szól az imalistád. Ha az imalistád az ügyes-bajos dolgaidról szól csak és kizárólag, akkor ezen még tovább kell haladni ezen az úton, mert akkor még nem vagy valakinek az embere. És tudjátok, Jézus nagyon pontosan megmondta, hogy a valakinek az embere úgy lehetek, hogyha alázattal vagyok a többi és a másik ember iránt. Ezért ugye, hogy van-e embere, az azt jelenti, hogy aki segít megtalálni a gyógyítót, a megváltót, aki odairányítja hozzá a betegeket, tudjátok, ebben volt a másik kifordulás, hogy az emberek nem Jézushoz lettek irányítva, hanem felekezethez lettek irányítva, személyekhez lettek irányítva, emberekhez lettek irányítva, és lehet látni, hogy ma olyan nehéz, hogy kijönnek az emberek az egyik ember hatása alól, és mi az első érzésük, hogy hogy tudnak bemenni egy másik ember hatása alá. De ez nem egészséges. Azt mondja, hogy mindenkinek, amikor te embere vagy valakinek, akkor te nem magadhoz akarod kötni. Nagy a kísértés, hogy ugráljanak meg, pattogjanak neked, de azt mondja, hogy ha te igazán krisztusi vagy, akkor te nem magadhoz akarod irányítani, hanem oda irányítod Istenhez. Miért nem történnek ma gyógyulások? Miért nem történnek ma szabadulások? Határozottan megadom a választ rá, mert mi se gyógyítani és se szabadítani nem tudunk, és mivel általában próbáljuk magunkhoz vagy a felekezetünkhöz irányítani az embereket, ezért borítékolva van, hogy nincs gyógyulás és nincs szabadulás. De ha Jézushoz irányítjuk az embereket, akkor ezek a történetek meg fognak történni. Ugye mondod, de hát mindenki azt mondja, hogy Jézushoz irányítja, mindenki azt mondja, hogy Jézus itt van, mindenki azt mondja, hogy Jézus gyógyít, mindenki azt mondja, hogy Jézus szabadít, persze, hogy mindenki azt mondja. Ez az utolsó idők jellegzetessége, hogy mindenki Jézus nevében beszél, mert ha azt mondaná, hogy az ördög gyógyít, nem kapnád fel a fejedet. De azt mondja, hogy Jézus gyógyít, itt van közöttünk, így megfogsz és úgy megfogsz gyógyulni. Ugye nem olyan rég volt egy eset itt a közeli városba, meghalt egy ember, és némely ember úgy gondolta, hogy bemennek érte, és imádkoznak, hogy feltámadjon.
És ugye én egy pár istentisztelettel ezelőtt beszéltem erről egy pár szót, és ugye sokan, akik, vagy azok közül, akik bementek imádkozni, azok úgy érezték, hogy itt valami cikizésről van szó, de szeretném elmondani, hogy nem cikizésről van szó, csak képzeljétek azt a tudatot, és most egy picit figyeljetek. Ennek a férfinek volt egy felesége. Ezek újjászületett hívő emberek voltak. Ennek a feleségnek azt mondták bizonyos hívők, hogy be fogunk menni a hullaházba, mert az Úr szólt, és fel fog támadni a te férjed. Ideig még rendben vagyunk, ugye? Mert mindannyian, oké, rendben, tökéletes. Mivel volt a baj? Elmondom, mivel volt a baj, hogy az ember nem támad föl. És mivel az ember nem támad föl, ezért többszörös kár is történt. Elmondom, hogy milyen károk. Például a kívülvalók, akik ezt látták, azok meggyőződtek arról, hogy a keresztények tényleg betegek. Az a feleség, aki már majdnem, melyik az a feleség, aki elveszti a férjét, és számára hiteles, példamutató emberek megígérik neki, hogy vissza fogod kapni, hát csak ott maradtam egyedül, csak hiányzik, akármilyen hívő vagy, hidd el, ha elveszed a társadat, nem fogsz úgy menni tovább, hogy halleluja, végre akkor enyém az egész ágy. Ez nem így működik, hanem mintha egy darabot szakítottak volna ki az életedből, ami nem fog beforni. Az ott marad egy sebként. És tudjátok, ezekkel az a baj, ezekkel a hamis dolgokkal, mi a baj velük? Az, hogy olyan űrt hagy maga után, és olyan fájdalmat, és hogy amikor a reménység nem teljesedik be, figyeljetek, annak a Biblia mond egy nagyon fontos következményét. Beteggé teszi a szívet. Melyik szívet, amelyiket minden féltett dolognál jobban meg kell, hogy őrizzél, amelyik egyedüli utad az Istenhez, a szíved. És ezért nagyon érdekes, hogy ezek ma elmaradnak, de meggyőződősem, hogy azért, mert az elmúlt évtizedek, évszázadok, azok arra mentek ki, ma is lelkészeknek, vezetőknek sokkal fontosabbá vált a politika, sokkal fontosabbá vált a saját sikerük, a boldogulásuk, a megjelenésük, a külalakjuk, ezek mind fontosabbá váltak, azaz mit jelent? Nem váltak valakinek az emberévé, hanem alattvalókat gyűjtöttek és hajtottak maguknak. Ezért ugye ma a kérdés, hogy Jézushoz hogyan lehet oda vezetni az embereket. Ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye annyi mére módot gyere a mi gyülekezetünkben, a miénk jobban tudja. De elsőre még néhány év, már nem kell sokat várjatok, még néhány év, és kiderült, hogy semmelyik se tudta jól. Semmi. Azt tette jól, aki az egyéneket Jézushoz vezette. Ez biztos. Higgyétek el, majd meglátjátok, mert itt, ha még az Isten hagyná, még itt 5000 évig elvitatkoznánk mi teológiákon. És az első és legfontosabb dolog, mert ez a négy ember, figyeljetek csak, hadd vázoljam fel a környezetet, mert amikor ilyen naturálisan leírom, akkor jobban megértitek. Figyeljetek, itt egy óriási probléma volt. Jézus, ha már kell egyet elolvassátok, a Jézus már járt ebben a városban előtte, és gyógyított. És az emberek megjegyezték, hogy ha jön újra Jézus, mit jegyeztek meg Jézusból, ha jön újra, akkor meggyógyulunk. Ugye a másik csapat mit jegyzett meg? Ha jön újra, akkor lesz pisztránk, meg pita, kemencébe sütve. Ennyit, nagyjából ezeket jegyzették meg. Ha megnézitek most az utolsó időt, körülbelül úgy ámblok nagyjából most is ennyit jegyeznek meg Jézusból. Ő egy olyan ember, aki meg tud gyógyítani, tud enni adni, el tudja cserélni az adósságunkat pénzre, ezt tudja, azt tudja, nagyjából ennyi az egész, amit megjegyeznek belőle tömegesen az emberek. És egy nagyon érdekes dolog, hogy az első olyan a környezet, hogy tömegek vannak, ugye itt a házak alatt ne ilyen izét, ilyen putyinféle palotát képzeljetek el, hanem itt ezért egy sokkal szelidebb sztori volt ez, mint amit ugye a barátunkat keleten bemutat, hanem ezek ilyen pár négyzetméteres házak voltak, és ugye ezek a házak úgy épültek föl, nem volt ilyen sátor, meg nyeregtetőjük, mint a maiaknak, lapos tetősek voltak, és ugye lehet látni a régi romoknál, amiket rekonstruálnak, hogy kívülről ment föl egy lépcső, és föl lehetett menni a tetőre. Úgy képzeljétek el, hogy ezek oda beszerelték, meghívták a Berger Katót, ugye a Darut, és akkor az beemelte, semmi, egy lépcsőn fölmentek a tetőre, de a baj nem ezzel volt. A baj azzal volt, hogy ugye, amikor Márk 1-ben Jézus gyógyít Kapernaumba, akkor nagyon sokan meggyógyulnak, és most már miért mentek oda? Már rég nem Jézusért, figyeljétek, hogy kezdődik az ige, mit kezdett el Jézus csinálni, igét hirdetni. Úgy kezdődik a Márk 1. Elkezdte az igét tanítani, de a többiek miért mentek oda? Gyógyulni, halér, kenyérér és a többiekért. És mi történt? Annyira mentek oda a halél és a kenyérért, hogy azt se vették észre. Figyeljetek, mert mit mond az ige, hogy hozzák ezt a nyomorultat, ezt a bénát. És figyeljetek, nem tudnak oda menni az ajtóhoz. Hát az egy civilizált társadalom, az egy alapvető dolog, nem? Legalábbis az én gyerekkoromban, amikor jött egy idős, most már régen jártam busszal, de majd villogjon a szemetek, ha már nem így van. Ha jött egy idős, akkor fölálltunk és átadtuk neki a helyet. Ha jött egy teljes... Akkor már nem így van, jó van, akkor el vagyok maradva. Ha jött egy terhes asszony, akkor kinyitottuk neki az ajtót.
Szóval egy más kérdés volt. És figyeljetek, hogy ott áll ez a tömeg, és senki a füle botját nem mozdítja. Figyeljetek, nem írja a történet, hogy még 18-an voltak a tömegben, akik feküdtek a nyoszolyán, 6-an rákosak, semmit nem ír, csak azt látszik, hogy ott van egy kíváncsi tömeg, és azt is tudjuk, hogy ez a kíváncsi tömeg mit akar, meg akar gyógyulni, és a fülük botját nem mozdítják, hogy esetleg utat csináljanak egy embernek. Mert az látszott, hogy ez az ember tényleg bajban van. Figyeljétek a közállapotokat, milyen közállapotok voltak Jézus idejében, ugyanaz, amit Pál mond, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek önmagukat szeretők. Az emberek alatt még keresztény gyülekezetekben hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ja, persze, a csávó, aki kimegy az utcán, nem a csávó, te, meg én. Csak jelzem, nem mindig a kőolajokra verjük a balhét, itt először mi kisöprünk itt, és ha kisöpörtünk, akkor ráérünk majd nézegetni. De úgy látom, hogy még simán vehetünk söprüket, mert még bőven van, mit csináljunk. És ezért mi történik? Ezért figyeljetek, észre se veszik, hogy az ember nyomorék. Semmi, ennek mi múlott ennek az embernek a továbbjutása, hogy annak a négy embernek, figyeljetek, és itt jön benne az első, hogy hogyan lehet Jézushoz vezetni az embereket. Nem úgy, hogy azt mondod neki egy evangelizáció alkalmával, hogy térj meg Jézushoz. És utána a bátrabbak azt mondják, hogy hát javaslom, mert így örök élet lesz, a vehemensebbek azt mondják, meghalsz, ez most már teljesen biztos. Mindenki megmondta. Hanem azt mondja, hogy itt egy fontos, alapvető dolog kell a másik emberhez való hozzáállásához, hogyha te embere akarsz lenni valakinek, kell hozzá egy együttérző szeretet. Testvéreim, együttérző szeretet nélkül ez nem működik. Ez úgy nem működik, hogy majd valahogy lesz. Majd megpróbáljuk rátenni a kezünket. Tudjátok, én ma ezekben a mai próbálkozásokban nem az a baj, hogy próbálkoznak, nekem ezzel semmi problémám nincsen, hanem hogy hiányzik belőle az a kitartó együttérző szeretet. Ugye ez a négy fickó mondhatta volna azt, na figyelj Jóska, idáig elhoztunk, most ledobunk ide, hát fogok én itt egész nap keringeni? Hát fogok én majd itt vitatkozni a sok lükével, aki úgy áll sorban, mintha muszáj lenne neki, mintha ingyen adnák a halat meg a kenyeret? És különben is, figyeljetek, ez a négy ember, mindenki a saját dolgára gondolt, ez a négy ember, ez miért ment oda a másiknak a szükségei miatt? Gondoljátok, hogy ennek a négy embernek nem lettek volna kérdései, ez a négy ember nem szeretett volna jobb munkát, ez a négy ember nem szeretett volna, sorolhatták volna estig. Ezért a legelső dolog, ami nagyon fontos, az együttérző szeretet. Az együttérző szeretet az egy elengedhetetlen dolog az Istenhez, vezetéshez, és testvéreim, ebbe sajnos körülbelül 2000 éve torzulás van. Az együttérző szeretetbe. Ebben egy jelentős torzulás van, mi vágyjuk a csodát, hogy szeretnénk a csodát, ma jön valaki és csodát tesz. De értsétek meg, ilyen nincsen, hogy jön valaki. Mindenki, aki valaha csodát tett Jézus nevében ezen a földön, mellesleg a csodát Jézus tette, soha nem az a valaki. De aki ezt meg tudta tenni, higgyétek meg, az azért tudta megtenni, mert volt benne egy együttérző szeretet. És ez egy elengedhetetlen dolog, az együttérző szeretet. Nézzétek meg, Jézus itt érted meg, hogy miért mondja azt, hogy a négy férfit látva megbocsátom a te bűneidet. A négy férfi hitét látva megbocsátom a te bűneidet. Ugye itt jön a másik dolog, amikor rendezünk, ugye most is én mindig tudom, hogy aki akarja, az értse félre, de aki nem akarja, az értse meg, amit mondok. Jó, mindenki azt sem, amit akar, szabad emberek vagytok. De ugye minden év elején vannak ezek az ima alkalmak. Ilyen ima hét, ilyen böjt hét, olyan, így indul a január, szinte a felekezetek 99%-ánál. Ugye én most megint ünneprontó leszek, mert én nem tudok azt mondani, hogy de ez tök jó dolog, halleluja, imádkozzatok, amíg éltek, böjtöljetek, amíg meg nem haltok. Miért kell mindig különszködni? Azért, mert az imának és az Istenhez való vezetéséhez egy embernek nem ez a formája, nem ez a bibliai formája. Tudjátok, ami azt hisszük, hogy ha 28-an összejövünk imádkozni, és ha nem egy hetes, hanem három hetes böjtöt tűzünk ki, akkor mi azt hiszük, hogy a saját akaratunkkal és a saját elképzelésünkkel meg tudjuk zsarolni az Istent. Mert hát nem igaz, hogy ez már azért annyira süket, hogy nem látja, hogy mit közösen éhezünk, meg közösen imádkozunk. Nem azért hallgatta meg ezeket, mert közösen ott voltak. Mennyien voltak ott? Hát annyi, mint az oroszok. Rengetegen voltak. Nem azért hallgatta, nem azokat hallgatta meg, akik sokan ott álltak és nézték Jézus, hanem azokat hallgatta meg, akik ben volt együttérző szeretet. És ezért az imád testvérem nem úgy működik, hogy majd sokan, figyeljetek, csak gondoljatok bele, hány év óta megy, hányszor, tehát a közösségi ima alkalmakkal nekem semmi gondom nincs, és kell gyakorolni, mert tartassanak, könyörgések, stb. Csak amikor abban hiszünk, hogy majd ez, hogy mi közösségben ezt megtesszük, meg mi majd megcsináljuk a kis éves böjtünket, akkor Isten majd fenekestül fölforgatja a világot, akkor tévedünk.
Mert Isten nem ez miatt forgatja fel, hanem mit mondott? Azt mondta ezeknek az embereknek, még azt sem mondta, hogy azért, mert ilyen bátrak voltatok, azért, mert ilyen, hanem azért, mert azt mondja, hogy az, hogy ti ezt végigcsináltátok, figyeljetek, amikor bontanak egy ház tetőt, ott ülnek alatta az emberek. Ott ülnek alatta az emberek, és ez csak kézzel elkezd hullani a vakolat lefelé. Leesik az egyik lámpa, akkor még nem, de most mondjuk leesne. És akkor mi meg nyugodtan ülünk, jaj, mi ez a zaj, megtöri itt a szent csendet, stb. Ezek direkt úgy mentek be, hogy megtörjék ezt a szent csendet. Ezért az imában én látom, hogy óriási szándék van, óriási, ugye, imádkozom mindenki egy időben egyszerre a világon. Mindenki délben tegyen le mindent, és kezdjünk el együtt keresztények 8 milliárdan imádkozni, és akkor majd Isten kipofozza ezt a földet, kitatarozza, kimeszeli, stb. És esze ágába sincsen. Esze ágába sincsen. Mert az imának ugye itt van az a szó, hogy kéritek, imáitokban kéritek, de nem jól kéritek. Testvéreim, és bocsássatok meg, de őszinte leszek hozzátok, ha jól kérnénk, akkor nem gyógyulnának meg az emberek. Most ne másra fogjuk ezt rá. Ha jól kérnénk, nem szabadulnának meg az ember. Isten bohócot csinál belőlünk azért, mert ő így gondolja. Nem, ő megígérte. Micsoda? Valószínű, hogy a feltételeken nekünk, a feltételrendszereken, amiket be kell tölteni, változtatnunk kell. Figyeljetek, amíg Ábrahám nem töltötte be a feltételeket, az ígéretek el se indultak. Nyomon se voltak. És ezért ugye ezek az emberek nagyon érdekesek voltak, de volt bennük egy nagyon-nagyon fontos kitartás, és volt bennünk egy együttérző szeretet. A másik, ami nagyon fontos dolog volt, hogy nem azt csinálták, hogy ott a sor végén valaki azt mondja, hogy mi a baj, a beteg? Ja, majd én ráteszem a kezemet. Figyeljetek, mindent megtettek azért, hogy ezt az embert hová vigyék? Jézus elé. Tehát nem más volt a szándékuk. Figyeljetek, mi nagyon sokszor megnyugodtunk odáig, és ezt szerintem az itt ülők mind alá tudják támasztani, sőt, te saját magad még a gyerekeddel kapcsolatban is megnyugodtál, hogyha a gyereked elkezdett gyülekezetbe járni. Csak azt szeretném mondani, hogy ez egy hamis nyugalom volt, mert ugye egyikünk sem akkor talál haza, amikor elkezd gyülekezetbe járni, hanem akkor talál haza, amikor találkozik Jézussal. És ez egy óriási különbség. Figyeljetek, az évtizedek óta ment ez a gyakorlat, vagy évszázadok óta, és napjainkban már látjuk ennek a káros következményét. Mert hiába hurcibáltad te, amíg gyerek volt gyülekezetben, tök fölösleges, hiába hurcibáltad. Mikor lesz ő krisztusi? Amikor személyesen szembeütközik Krisztussal. Ezt nem tudod megváltoztatni, ezt nem tudod másképp csinálni. Nem lehet vele más csinálni. És ezért ugye ezek az emberek nem azt mondták, hogy jó, van ott egy presbiter, van itt három tök jó fej, farizeus. Itt vannak Jézus tanítványai, Péter odaállt volna, és azt mondta volna ennek a négy embernek, hogy én vagyok Peti. Tudjátok, a Peti, hát a Peti. Annak akkor neve volt, ő volt a nagy a Peti. Azt mondja, rádobom majd én a kezemet. Mit mondott volna ez a négy ember? Peti, menj, ahonnan jöttél. Mi Jézushoz akarjuk eljutatni. Testvéreim, ez egy alapvető gondolkodásmód kell ma. Látom, hogy az emberek leváltják az egyik gyülekezetet, és akkor beleakadnak egy emberbe, és az tök jó, eljutatja őket egy másik gyülekezetbe. Aztán ott se tetszik, és akkor mi történik? Majd eljutatja valaki őket egy harmadik gyülekezetbe. De könyörgöm, te ne egy gyülekezetekbe juttasd el az embereket, hanem Jézushoz kell, Jézus felé kell irányt mutatni, mert ott fog hazatalálni. Ezt a kört játszhatjuk, évezredekig játszhatjuk, persze annyi időnk már nincsen, de ugye ha nem juttatjuk el Jézushoz, akkor nincs személyes benyomása róla. Milyen Isten ismerete van annak, aki soha nem látta, soha nem találkozott Istennel? Olyan, amilyet tanítanak neki. Kinek nem tudnak bármit tanítani? Annak, aki találkozott vele. Hát most a feleségemhez, ha bekötnéd a szemét, és odaállnál, hogy te vagy a Rostály Zoli, hogy mondják ezt? Tapogatásból kitalálna, hogy nem te vagy. Mert ő tudja, hogy hová kell ahhoz nyúlni, hogy megtudja, hogy én vagyok-e én. Ismer. Ezt miért tudja? Mert ismer. Te nem tudod. Te csikálnád a talpamat, a fülemet, meg sem mozdulnék. Ő egy dologgal meg tudná állapítani, hogy én vagyok-e az. És nem kéne ahhoz anyaszűd messze ezzel vetköznek, nem kéne DNS mintát adjak, széklet és vizelet mintát, ezeket, Covid mintát, semmilyen mintát nem kéne adjak ahhoz. Mert ő megismerne. És miért van az, hogy annyi Isten meg tud élni ma? Miért van az, hogy az ördög mindig be tud dobni egy újabb arcot? Azért, mert az emberek nem ismerik az eredetit. Miért nem ismerik az eredetit? Majd föl fogok olvasni egy igét. Azért, mert mi nem oda vezetjük őket. És ez egy óriási, ez a nem vagyunk jó embereik. Na, ez a szörnyű igazság. És Jézus azt mondta, a két történet között mi volt? Figyeljetek, ez az ember ki tudja, mióta feküdt a Betesdánál. Mibe kellett a Betesdában neki hinnie? Abba, hogy néha-néha megjött egy angyal,
Mert ugye ezt olvassuk, hogy néha jött, mert az se volt, hogy 6 óra 20, 7 óra 20, mint a nagykanizsai gyors, hanem ez akkor jött, amikor akart, mert angyal. És amikor fölkavarta a vizet, ha volt embere, és ugye a Betesda tónál, amikor voltunk, akkor ott mutattam a testvéreknek, hogy nagyon érdekes volt, amikor azt mondja, hogy volt emberem. Figyeljetek, milyen dörzsöltek voltak már akkor is az Isten népe. Most direkt nem mondtam zsidót, mert szegényeket már azt hiszik, hogy bántom őket, még szeretem őket. Isten népe milyen volt? Azt mondja, amikor ez az ember azt mondja, hogy volt emberem, ott az kettős jelentésű volt. Egyrészt, hogy nem volt embere. Egyrészt nem volt olyan embere, aki tényleg segítsen neki, amiről én beszélek, de még egy fontos dolog volt, Betesdánál elterjedt az, hogy aki, mert ugye mi volt a cél, mikor tudott meggyógyulni, hogy amikor az ambulal felkavarta a vizet, aki először belépett, az mi kellett, hogy először belépjél, hogy ne kukutyin alsón feküdjél, hanem lehetőleg a Betesda tónak a partján. Azaz mit csináltak ezek a jó emberek? Eldekázták. Mint a régi mozikban. Első hely, szegény cigány atyánk fiai mindig úgy hívták a régi, ez is egy mozi volt, ugye úgy hívták, hogy cigánypáholy. Hogy miért? Hát ők már ugye nem tudták megvenni az első helyet, a második helyet, a harmadik helyet. Ugye vannak olyan mozik, amik így lejtettek, az is borzalmas volt, és vannak olyan mozik, amik visszafelé lejtettek. Amik visszafelé lejtettek, ott az első helyen volt a legrosszabb hely az első sorban. Miért? Hát így nézted a filmet egész este, így. És akkor kijöttél a moziba, akkor így mentél haza, így. Ott maradtál. Úgy maradtál, ahogy voltál. És ugye itt is mi volt? Az volt, hogy nem tudta megvenni a helyet. Azt mondja, nincs olyan emberem, egyszerűen nincs rá pénzem se. Kinek volt esélyed? Gondoljátok, és csak mi találjuk ki a korrupciót. A korrupció volt, van, és amíg Isten nem teremti meg az új Jeruzsálemet, ami olyan tiszta lesz, mint az üveg, addig lesz. Sokszor mondják politikai pártok, hogy mi azt ígérjük, hogy nem lesz korrupció. Jaj, öcsém, hagyjad már, hát ezzel valaki mást ugrassál már. Mindegy, hogy balról jössz, vagy jobbról, föntről, vagy alulról, úgy fogsz lopni, mint ahogy megvan írva a nagykönyvbe. Hát mert ez a természet ennek a sztorinak. És ezért nézzétek meg, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy ugye ő kettő dologra gondol, és Jézus mit csinált? Azt mondja, én úgy fogjak most meggyógyítani, hogy nem kell vízhez érjél. Szóval megdöbbentő dolog ez, hogy nagyon nagy kérdés, hogy te vagy-e, tud-e téged használni Isten, vagy-e valakinek az embere? Mondod, hogy ki ez? Hát az, akit az Isten eléd hoz. Filip kérdezte ezt. Filip ment az úton, és azt mondta, hogy ülj föl a szekérre. Mit mondott a Filip? Hát a színes bőrű, ne szórakozz már. Hát rám mondják, hogy migránspárti vagyok, hát mi lesz velünk? Filip mit csinált? Fölült a szekérre. És amikor a szekérre, mi volt az első kérdése? Mit olvasol? Ludas Matyit. Nem, Ézsaiást. És érted, amit olvasol? Mit mondott neki a szerecsen? Nem értem. És akkor mit csinált Filip? Nem érted? Édes Istenem, te hová kerültem én? Nem érti Ézsaiást. Nem szárt le, azt mondja, hogy nem azt mondta, hogy na majd figyelj ide az öreg Filipre, azt mondja, hogy tudok segíteni. Azt mondja, persze, hogy tudsz. Hát Ézsaiásnál nekem is van egy pár kérdésem még. Ön 6 és 7 ezer körülbelül. Hát kézzel akkor mennyi kérdés volt. És segített neki. És amikor azt mondta, hogy van-e annak akadály, hogy megkeresztelkedjek, akkor mit mondott Filip? Hogy ne lenne akadálya? A bibliaiskolát el kell végezed 1-10 év folyamig. Utána, és amikor a 8. stációt is betöltötted, akkor a bizottság elé visszük, hogy megkeresztelkedsz. Nem ezt mondta neki, azt mondta, semmi akadály nincs. Egy akadálya lenne, hogy nincs víz. De azt mondja, van. Hát akkor nincs akadálya. És amikor följött a víz, ahol a szerecsen kommunik, azt mondja, és most mit csináljak? A Filip azt mondja, innentől kezdve, mert ha te el tudtad dönteni, hogy meg akarsz keresztelkedni, akkor te hitre jutottál. Akkor te hitre jutottál. Ugye itt van a csecsemő keresztség és a felnőtt keresztség között egy óriási különbség, hogy olyan embernek kell, olyan ember tud hitre jutni, aki el tudja dönteni, hogy hitre akar jutni. És hogy kiben hisz. Olyan ember, aki ezt nem tudja eldönteni, nem tud hitre jutni. Ezért a gyereked meddig volt jó, amíg te tudtad vinni, te tudtad a hiteden vinni a gyülekezetbe. Amikor nem tudtad vinni a hiteden a gyülekezetbe, akkor mit csináltál? Ideges voltál. Megváltoztak a körülmények. És azt mondod, hogy jó, mit rontottam el, mit csináltunk, semmit nem rontottál el, csak ő megy a saját útján, és majd ő neki ugyanúgy a damaszkuszi úton meg kell találkozzon azzal, akivel meg kell találkozzon. Vagy a tékozló fiú moslékos vájójánál, ha szerencséje van, akkor nem, akkor azt mondja, hogy Uram Istenem, szólj egy szót, és hallja a te szolgád. Valamelyik variációba bele fog férni. De mit tudsz tenni? Azt tudod tenni, hogy azt látod ebből a történetből, és ez egy fontos dolog, és higgyétek el, hogy imádkozni, például úgy imádkozni, hogy én emlékszem rá, voltam egy gyülekezetben, benn voltunk egy ilyen, hogy hívták ezt annak idején, vezetői ima alkalom. De ezeket csak a karizmatikus mozgalom csinálja, nincs ilyen a valóságban, hogy vezetői ima alkalom. Olyan ima alkalom van, ahol Jézus Krisztusban hívók összejönnek és imádkoznak. Olyan ilyenek nincsenek, de akkor még voltak. És az a lényege, hogy összejöttünk ezen a vezetői ima alkalomon, és ki fog szolgálni, azon ment a vita.
Testvéreim, 3 perc alatt olyan anyázás lett, hogy le a kalappal. Le a kalappal. Na mindegy. És akkor azt láttam, ugye én csak külső szemlélő voltam, mert akkor még ilyen nagyon pici vezető voltam. Ilyen még kisebb, mint most vagyok. És a lényeg az az, hogy mikor mentünk be, mikor beléptünk a terembe, ahol már ott volt a nép, akkor testvérek ölelkezve, dicsőség az Úrnak, mindenki boldog volt, mosoly volt rajta, stb. És ott néztem, hogy Isten, hová kerültem én? Cirkuszba? Hát mi ez? Az együttérző szeretet az nem ilyen. Hogy amikor látják, akkor együttérző, és amikor nem látják, akkor meg olyan, amilyen. És ezért nagyon fontos dolog, hogy az első, amiben Jézushoz tudunk vezetni egy embert, hogy igazi, létezik-e bennünk együttérző szeretet, és nagyon fontos, hogy a célt ne veszítsük el, hanem mi hová vezessük, tényleg Jézus Krisztushoz vezessük. Róma levél, 10. rész, 13. 14. vers a következőt mondja. Mit mondtam? Róma 10, ugye? Róma 10, 13. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőinek lábai, akik jókat hirdetnek. Figyeljetek, Pál tényként közül egy dolgot. Azt mondja, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az megtartatik. Eddig nagyon szép. Ezt a megvallásokban hogy mondtuk, nem? Aki az Úr nevét, ülcsa! Tudtuk kívülről. Figyeljetek, de utána jön a lényeg. Pál tesz, 3 kérdést tesz fel Pál. Ez a mi módonhoz. Az első kérdés. Mi módon tudják segítségül hívni, ha nem ismerik? Tehát mi ma az általános probléma, hogy olyat hívnak segítségül, akit nem ismernek? Mert a felekezetben lévő tótumfaktumot ismerik, de magát az Isten nem ismerik. Azt mondja, mi módon tudsz te segítségül hívni valakit, ha nem ismered? Figyelj, azt mondja, hogy itt már belép, mert addig azt mondod, hogy jó, rendben, oké, erről te nem tehetsz. De figyelj, innentől kezdve mi is belépünk ebbe a sztoriba. Mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Hogy tud hinni? Azt mondja, hogy működik a hit? Nem úgy, hogy egyik reggel úgy ébred, hogy hisz, hanem úgy működik, azt mondja, hogy valahonnan hall róla. Azt mondja, mi módon tudnak abban hinni, és azt mondja, hogy mi módon hallanának pedig, ha valaki nem mondja el neki. Tehát a Jézushoz vezetésnek 3 lépése van. Azt mondja, hogy te elmondod neki, ő hall róla, találkozik vele, megismer, és onnantól kezdve tud hinni. Mi mit mondtunk a hitre? Higgyél. De hogyan, Uram? Hogyan? Higgyél. Nagyon higgyél. Akard. Küzdjél. Higgyél. Nem tudsz hinni, ha nem ismered azt, akiben hinned kell. És ugye felsorolja az ígéret beteljesedésének is az akadályait, ezek pont azt jelentik, azt mondja, hogy tudják segítségül hívni, ha nem hisznek benne. Mi a legnagyobb baj ma? Az, hogy nincs szükség. De van szükség, csak nem tudják, hogy kit hívnak az emberek segítségül. Nem tudják, tömegek nem tudják, ott van a baj, ott van a betegség, ott van ők, de nem tudják, hogy kit hívnak segítségül. Mert azt mondja, mit mond Pál, mert mindenki, aki az, figyeljetek, konkrétan meghatározza, aki az Úr nevét segítségül hívja. Ahhoz nekem az Urat ismernem kell. Testvéreim, itt létkérdés, mi hátulról mentünk be a szobába, mi azt mondjuk, hogy gyertek ide be, aztán majd meglátjátok, milyen az Isten. Ez fordítva kellett volna lenni, ha te majd megismered az Istent, akkor eldöntöd, hogy hová mész be. Mi ezt fordítva csináltuk, mert nekünk így volt kényelmesebb. Ezért van ma az, hogy évtizedek mehetnek el gyülekezetbe járással, az nem azt jelenti, hogy az ember ismeri az Istent. Hanem ismeri csak akkor tudja, hogyha találkozik vele. A másik, amit itt mondó, ugye Pál apostol, hogy azért nem hisznek benne, mert nem hallottak róla. Hát figyeljetek, amikor az összejöveteleket politikával, hülyeségekkel töltjük, akkor nem hallanak róla. Azt mondja, hogy mit kell, hallani kell róla. Mit kell, nem kell nekünk, tudjátok, ez volt a rossz, hogy azért nem mertünk szólni az embereknek, mert azt hittük, hogy nekünk meg kell őket téríteni. És kudarcokat éltünk meg, hogy elmondtuk, és nem tértek meg. De nem ez volt a feladatunk, hanem a feladatunk csak annyi, hogy mondjuk el, kivégzél a többit, majd az, aki elküldött bennünket. Tehát itt a feladat csak annyi, hogy mondd el. Nem kell neked utána, mert mi mit csináltunk? Elmondtuk, és azt mondja, jó van, ez engem nem érdekel. És akkor mit csináltunk? Nagy kés, ereket fölve, mi az, hogy nem érdekel? Ugye a vehemensebb mit csinál? Mi az, hogy nem érdekel? Ha mi kapsz 2 pofont, érdekeljen, te leszel ma az egyetlen megtérő. Nem szeret, házasságon belül mi van? Nem szeretlek, ha nem térsz meg. Hát miért nem szereted? Hát jobban kell szeressed, mint ha megtér. Mi feltételeket szabtunk ehhez.
És mi lett volna a feladatunk? Én csak meg akarom könnyíteni a dolgotokat, hogy csak mondd el. Mert ő neki mi a te szereped benne? Hogy halljon róla. Hogy halljon róla. Te nem tudod belepumpálni a szívébe, nem tudod lenyomni a torkán. Hát hányszor volt az, hogy az evangéliumot úgy nyomtuk le? Komolyan mondom, olyan volt az elmúlt évtizedek evangelizálása, mint a libatömés. Itt van egy kis evangélium, itt van egy kis, itt, és akkor vártuk, hogy hát persze, elhányták magukat, vagy meghaltak tőle. De nem ez volt a cél, hanem csak az volt a cél, hogy halljon róla, és ha hallott róla, akkor mi történik? A hallásból, miből van a hit? Hallásból. És ugye mi mit akartunk nekik adni? Egyből hitet. Olyan, mint a Nescafé. Nem kell főzni, nem kell, mindjárt kávé. Kész. Ennyi. Az irodában valamelyik nap ilyes voltam, és találtam egy ilyen zacskót. És beledobtam egy forró vízbe, és kézzétek el, leves lett belőle. És így néztem, mondom, hát Zoli, ezt te nem eszed meg, az biztos. Hát mondom, ettől meghalok, ez biztos. Hát az előbb még az zacskóban volt, nem főztük, nem sütöttük, nem csánt, és leves lett belőle. Na ilyet akarunk mi? Itt be akarjuk dobni a hitet. Itt a hit. Itt a hit. Tessék, vegyétek a hitet. Biztos láthatok már ilyen prédikációt. Töltsd be őket hittel. Jöjj, töltsd be a nagy töltiket. Tudjátok, töltike. De nem ebből van a hit, hanem a hit miből van, hogy ülsz egy kávézóba, vagy egy szekéren, vagy a szék alatt, vagy most nem ülsz sehol, hanem mész egy irányba maszkal valahová, 8 óra előtt, és elmondod, amit a másiknak, hogy hallja. Ennyi. És amikor hallja, akkor te nem idegeskedsz, hogy megtért, nem tért meg, jön-e a gyülibe, nem jön. Nem a te feladatod. Majd ő neki, ha lesz belőle hit, akkor majd hidd el, hogy tudja, hogy mit fog csinálni. És testvéreim, értsetek meg, ha most visszagondoltok az elmúlt évtizedekre, alapjaiban csináltuk rosszul. Mi meg akartuk őket győzni. Gyere, mondtál olyat valakinek, annakinek, hogy figyelj, nekem mindegy, csak juss hitre, menj ahova akarsz. Hát dehogy is. Hát miket? Én emlékszem rá, amikor a 98-ban, amikor a híd gyülekezete és az autonóm gyülekezet ketté szakadt. És emlékszem, hogy jött egy ember, már akkor, én hála Istennek akkor kerültem börtönbe, mert, és azért mondom, hogy hála Istennek, mert biztos, hogy állást foglaltam volna, úgyhogy engem akkor Isten kivett. Dicsőség ezért az Úrnak. És mire visszatértem, addigra már állt a bál, és akkor én már rendben voltam, nem kellett állást foglaljak. Miért nem bizonyal előbb elszakadtam volna az Anyaszentegyházamtól, ha akkor én állást foglalok, de akkor nem tudtam, mert a vastag rácsok elválasztottak ettől. És nagyon érdekes, hogy jön egy ember, és elmondja az ember nekem, hogy azt mondja, nem találja meg a gyülekezetet. Miért? Azt mondja, hát elment az egyik helyre, és mondta, hogy meg szeretné nézni, hogy milyen itt az alkalom, meg hogy mit hirdetnek. És akkor mondták, most mindegy, hogy melyik mondta, mert kölcsönösen ugyanaz történt. És akkor azt mondják neki a helyen, hogy hát nagyon jó helyre, tudjátok, a kapusok, szeretettem ezeket a szolgálatokat, hogy kapusok, nagyon jó helyre jöttél, testvérem. És most, hogy ide jöttél, innen már el sem mész soha többet, mert majd figyelünk rád. Na mindegy, és akkor ő leült ott, és akkor figyeltek rá. És akkor a végén azt mondta, hogy jó, rendben van, tetszett, aranyos volt, jó volt, de jövő héten elmegyek a, mit tudom én, a autonóm gyülekezetbe is, elmegyek. És akkor ugye, amikor meghallja ezt, mondjuk ha hitbe volt először, meghallja ezt, ő mészte, a rosszabbeket mészte oda, nem mészte sehová. Majd gyere, majd imádkozunk érte, gyere, oda ne menjé. És akkor ez ment, ez az adok kapott, és az ember, amikor elment ide-oda, és mondjuk, ha mind a két helyen ezt mondták, akkor tudjátok, mit mondott a végén? Hát keresztények, ti nektek elment az eszetek. Tudjátok, hová megyek? A kocsmába. Mert a kocsmába fizetnek egy sört, meghallgatnak, és legalább nem mondják meg, hogy mit igyak, hanem megkérdezik, hogy mit iszol. Hát nem voltatok kocsmába? Ott így kezdődik. Mit iszol? Te döntheted el. Hát jó, hát ha Johnny Walkert mondasz mindig, akkor azért leütnek egy idő után, mondjál szalonsört, de te döntöd el. És mi ebből, mi volt ezzel a baj? Hát pontosan ez volt benne a baj, hogy mi nem az Úrhoz akartuk vezetni, hanem mi hová akartuk vezetni? Be a gyülibe. Mert kellett a létszám, mert jól mutatott, hogy sokan vagyunk. Kellett a lóvé. Kellett a lóvé pénzre. Pénzlóvéra. Testvéreim, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy tudják, hogy hallanuk kell róluk, és figyeljetek, azt mondja, hogy, és itt van a vége, azt mondja, és hogyan hallanak róla, ha mi nem beszélünk róla. Hát ki fog erről beszélni? Majd a hamis proféták, majd ezek, azok beszélnek, azokat nem kell leállítani. Figyeljetek, minden, ami hamis, az úgy beszél róla, hogy le a kalappal. Figyeljetek, ha az a, legalább az az elszántság lenne bennünk, mint áldott emlékű Jehova tanúi testvéreinkbe, akkor az egy egészen más fordulatot hozna. Hát sokszor csodálom, hogy annyi kudarc, ami éri őket, karokó, szörcsög alson, amikor bemennek egy faluba, mindenhol elzavarják őket, mert kimondottan jó érzékkel a vasárnapi húslevesre érkeznek. Hát persze, hogy elzavarják őket, hát éhesek az emberek. És csak mennek, tehát elszántsággal nincs baj. Azzal nincs baj. Ez hiányzik, ugye, de nem ez a feladatunk, hanem hogy halljanak róla. Ezért, amikor azt mondta, hogy mit csinálj te,
Semmit, testvérem, halljanak az emberek tőled az Úrról. Nem kell megtéríteni, mert mit mondjak, ez a kérdés biztos, hogy ti is megkaptátok, mit mondjak neki, hová menjen? Sehová ne menjen, az Úrhoz menjen. Hogyan tud az Úrhoz menni? Úgy, hogy hall az igéről. És majd az ige vezeti, az ige irányítja. Elvezet, ki vezet el bennünket, ki az, akinek vezetnie kell? A Szentlélek. Mi Szentlelkest játszunk mindig. Mert akarjuk vezetni az embereket, de nem mi nekünk kell vezetni az embereket. Sokszor mondjuk, volt egy pap barátom, és akkor mindenki mondta neki, hogy jó, majd az Isten kihoz téged, majd kirángat téged. Figyeljetek, ott volt feladata, abban a közösségben van a feladata. Ha kirántjuk, csak elveszük, mi történik, ha kirántjuk onnan, akinek ott van feladata? Azt az utolsó embert is elveszítjük, akitől hallani tudnának az Istenről. És ezért ugye egészen más gondolkodásmód, amit Jézus mond, hogy hogyan lehet őt Isten elé vezetni. Nagyon sok testi, lelki, beteg ember, figyeljetek, olyan helyzetben van, hogy nem tudja segítségül hívni az Urat. Ez nagyon nagy gond, és figyeljetek, ami ma a legmegdöbbentőbb gond, hogy a testi, ugye mindig csak mi a testi bajokon akadunk meg, de ma azt látom, hogy a lelki betegség lényegesen jobban elterjedte, mint a testi. Tehát nem lehet, tehát a lelki betegség az szinte tele van vele, tele van a világ vele. És ezért, testvérem, ezt a hármas dolgot, ha azt mondod, hogy nincs szolgálatod, nem tudod, hogy mit csináljál, nem tudod, hogy hová menjél, mit mondjál, azt mondja, hogy rengetegen vannak, akik segítségül hívják az Urat, de hogyan tudják segítségül hívni, ha nem hisznek benne, de hogyan higgyenek benne, ha nem hallanak róla, és hogyan halljanak róla, ha nem mondják el nekik. Ezért azt gondolom, hogy nekünk az első feladatunk ez, hogy az emberek halljanak róla. És nem felelősség, én csak szeretném levenni a felelősséget a válladról, hogy nem a te felelősséged, hogy megtér-e vagy nem. Mit mondott Jézus Krisztus, mit mondott a tanítványainak? Menjetek el, és mondjátok el nekik, amit hallottatok tőlem. Ha befogadnak benneteket, akkor örüljetek és boldogok legyetek. Ha nem fogadnak be, akkor mit csinál? Átkozzátok meg? Nem. Menjetek tovább. Szabad akarata van az embernek eldönteni, hogy akarja-e a hitet, vagy nem akarja. Ez egy alapvető fontos dolog. Jó, úgyhogy ezért ugye kell az együttérző szeretet, ez egy nagyon fontos dolog, hogy kell Istenhez, és ugye az együttérző szeretetet, mit jelent az együttérző szeretet, hogy elmondom azt, amit hallania kell az embernek, és természetesen még egy dologra felhívom a figyelmeteket, hogy nem csak szóval és beszéddel lehet evangelizálni, mert ugye mi ezt megszoktuk, hogy csak lenyomjuk a szavakat, hanem a cselekedeteiddel, a példáddal is tudsz bizonyságot tenni az Úrról. Ezért ugye ma sem mindegy, hogy az ember ezt hogyan teszi meg. Figyeljetek, vallásos beszédekkel nem lehet Jézushoz vezetni embereket. Nem tiszta és őszinte beszédekkel nem lehet Jézushoz vezetni embereket. Igeellenes beszédekkel nem lehet Jézushoz vezetni embereket. Kényszerítő beszédekkel, elidegenítő beszédekkel nem lehet Jézus Krisztushoz vezetni embereket. Ezért nagyon fontos, hogy hitelesen, őszintén tegyünk és mondjuk el, és ugye ezeknek az embereknek nekem annyira példa a hitelességük ennek a négy embernek, hogy figyeljetek, ezek nem mérlegelték. Lehet, hogy Jézus soha többet nem ment abba a városba. Nem érdekelték a saját gondjaik, hanem azt látták, hogy valaki szükségben van, és együttérző szeretettel voltak felé. Ezért a másik, amire felhívom a figyelmeteket, hogy az imában, hogy az imát ne egy ilyen Isten zsarolására használjuk meg, ne egy ilyen Isten meggyőzésére, neked nem kell az Isten meggyőzni. Elmondjuk neki 10-szer. Volt egy testvér, azt mondja, hogy annyiszor elmondtam már az Istennek, hogy azt mondja, most már úgy imádkozik, hogy tudod, Uram, a szokásos. Megmondom őszintén, hogy annyira örülök, hogy elmondtam, mert azóta én is így vagyok sokkal, mert most mit erőködjek, hát tudja nagyon, azt mondja, hogy mit mond? A számon sincs a szó. Veszek egy sohajt, hát is, Uram, a szokásos. Nagyjából ezzel az ember a saját dolgait le is tudja rendezni. Ezért, drágáim, az imában egyszerűen, ha oda visszük, figyeljetek, óriási erő van az imában. Mire használják ma az imát? Megijeszteni a másikat, fennhangon üvöltözni, jó megátkozni a másikat, jó kis ellenimák. Hát figyeljetek, az imának ma olyan változatai vannak, szóval nagyon leleményes az ördög. De figyeljetek, hogy milyen, és pont az erő veszik ki belőle. Azt mondja, figyeljetek, óriási erő van az imában. Azt mondja, hogy a négy ember könyörgése és hite miatt egy embernek megbocsátottak a bűnei. Figyeljetek, ez csak javaslom megfontolni. Ez helyett mi csinálunk? Uram, add meg, Uram, az esőt. Így imádkoztak Istvánék is. Add meg, Uram. Nem. Azt mondja, hogy nem ez az. Nem ez az, amit megad. Hanem azt mondja, hogy
hogy képes az embernek az önzetlen együttérző imája, képes arra, hogy egy másik embert, figyeljetek, mit mond, azt mondja, hogy ha imádkoztok értük, még az ellenségeitekért is, egy nagyon érdekes dolog, azt mondja az ige, hogy eleven szenet gyűjtesz a fejére. Elgondolkodtál, hogy ez mit jelent az eleven szén? Elmondom, mit jelent. Olyan helyzetbe hozza az embert, olyan körülményeket teremtesz körülötte, hogy megváltozik körülötte. Tehát Isten senkit soha nem kényszerít megkérésre. De tudja rendezni úgy a körülményeit, hogy úgy alakulnak az események, hogy akár merre megy, mindenhol beleütközik abba, amit nem akar hallani. És egy idő után ez meggyőzi a szívét. Nézzétek meg, a tékozló fiú akár hová ment, a legvége mi volt, hogy bele kellett abba ütközön, hogy az atyámnak a házában még a béresnek is jobb dolga van. Teljesen mindegy, hogy hová ment. Az eleven szín ezt jelenti. Most képzeld el magadat, hogy eleven szénnel rohangálsz a fejeden. Kiveszed a sparhetból, vagy mi az? Kiveszel egy marék szenet, és rárakod a fejedre. És akkor mit csinálsz? Így nyugodtan állsz, hogy szén van a fejemen. Nem, hanem mit csinálsz? Hát egy kicsit megszaporázod a lépteidet. Egy kicsit mindent elfelejtesz, amit akartál csinálni. Egy kicsit megváltoztatja a gondolataidat. Eleven szénnel a fejeden mind gondolkozol, hogy mikor, hová mész nyaralni? Nem, hát hogy egészen más indítatások vannak. És ezért ez egy óriási kijelentés van ebben, hogy tudsz változtatni az embereknek az életmódján. Tudsz, az életmódján nem, de tudod, olyan lehetőségeket tudsz imában teremteni neki, ami által ő hitre juthat. Ez helyett mi mit csináltunk? Hát ez el fog kárhozni. Hát ez soha nem fog hitre jutni. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy akiért nem tettem egy garat se, például mondjuk magamért, sokszor előbb hitre jutottunk, mint azok, akik mondták magukról, hogy hisznek. Ezért, drága barátaim, mert a történetben ez egy nagyon kardinális kérdés. És Isten, figyeljetek, még egy fontos dolog. Isten, azt mondja Jézus Krisztus, hogy hogy avatkozik be a földi életbe. Ugye Péternek ez volt a baj, hogy Péter hogy akart beavatkozni, hogy a kezébe volt a kard. Jézus mit mond, hogy hol a kard? A szájába. Figyeljetek, egy nagyon fontos dologra fejlöm a figyelmeteket. Isten kizárólag ott avatkozik be, ahol segítségül hívják őt. Ahol nem hívják segítségül, ott nem fog beavatkozni, mert ott nincs rá igény és nincs rá szükség. Azt mondja, hogy ha az Úr nevét segítségül hívod. Tehát, hogyha itt egy másik emberre hívod segítségül az Urat, akkor ott be fog avatkozni. Illetve nem az ember életében, mert azt mondja, az ember eldönti, de a körülményeit tudja úgy irányítani, hogy annak az embernek. Figyeljetek, mennyi esély volt arra, hogy ez a 38 éve bénaként lévő ember egyszer csak oda megy hozzá Jézus. És figyeljetek, még egy fontos dologra fejlöm a figyelmet. Aznap, amikor ez a 38 éve a Betesda tónál lévő emberhez odament Jézus, akkor gondoljátok bele, hogy hány száz ember feküdt még ott a Betesdánál. Nem ő volt egyedül. Ezért nagyon érdekes dolog, hogy ugye mi volt ennek az embernek a tévedése. Nem is tévedés volt, azt mondja, hogy nincs emberem. Egyszerűen, figyelj, képtelen vagyok. Egyszerűen olyan feltételt támasztottak, hogy képtelen vagyok én ezt betölteni. Nem tudom. Nem tudom betölteni, és különösen mondják emberek, hogy mit csináljak az Úrban. Hát figyelj, rengeteg ember olyan helyzetbe kerül, olyan nyomás van az életén, figyelj, amikor a te életeden nyomás van, legyen az anyagi, legyen az családi, legyen az bármilyen. Figyelj, sokkal nehezebb. Nagyon sokszor sokkal összeszedetlenebb az ember, sokkal nehezebb olyan kitartó hittel, olyan őszinte odaszánással keresni az Istent. Miért? Mert állandóan a probléma ott lenyomja az embernek a gondolkodását, az érzelmét. Ezért mondja az ige helyen, hogy ha az Úrhoz akarsz menni, akkor ejts fogjul a gondolataidat. Ejts fogjul az érzelmeidet, mert nem tudsz különben ráfigyelni. És ezért ugye a Jézushoz vezető út egy kicsit másképp működik, mint ahogy mi gondoljuk sok esetben, és nagy szolgálat, ha embereket imában viszünk Isten elé, erre kell ember, testvéreim, erre. Sokan azt mondják, hogy nem tudják, hogy mit csináljak, nincs mit csinálni, dehogy nincs mit csinálni. Hozz olyan helyzetbe embereket, mondjátok, hogy kit, hát annyi ember, figyelj, az irgalmas szamaritánus nem véletlenül kerül bele a Bibliába. Neked nem kell utána menjél, hogy ki az, aki szükségben van. Hidd el, hogy az életed, ahogy mész ezen az úton, mondjuk ez az út, ahogy mész ezen, az Isten le fogja tenni eléd azt, akivel neked foglalkoznod kell. Az irgalmas szamaritánus, ez pontosan erről szól. Ne legyen rajtad az a kényszer, hogy neked mindenkinek mondani kell, aki eléd jön. Jön eléd ember? Én minden bizonnyal jön. Nem jön? Hát csak jön elétek is, vagy csak én elém jön? Hát elétek is jön. És itt úgy néztek, mintha nem jönne. Dehogy nem jön. De azzal foglalkozz. Főleg aki kétszer, aki háromszor, aki négyszer ott van. Aki állandóan visszakeveredek, aki valahogy akármit csinálsz, nem tudod lerázni. Hát az azért van, mert annak te vagy az embere. Hát az azért van, mert az te vagy. Ugye mi hogy tettünk bizonyságot? Ennek úgyse érdemes.
Emlékszem már, ki volt tűzve a mi gyülekezetünkbe, ki volt tűzve akkor a régi anyaszentegyházamba, ki volt tűzve, hogy jómódú polgári embereknek tegyetek bizonyságot. És akkor nem értettük, hogy a csöves hajléktalan az nem számít. Nem most, most ez a, és akkor hogy mivel magyarázták ezt? Ez most az Úr akarata. Hát, persze, elhittük, hívők voltunk, de hát ez soha nem volt az Úr akarata. Melyik úréja? Mikor melyiké? És ezért, drága barátaim, ez egy fontos dolog, hogy Krisztus rész népének ezért, és figyeljetek, ma a passzivitást mi okozta? Nem az okozta, hogy te nem szereted Krisztust, a passzivitást az okozta, hogy azt hittük, hogy nekünk meg kell téríteni az embereket. A passzivitást azt okozta, hogy kudarcnak véltük, hogyha nem tért meg. A passzivitást az okozta, hogy kudarcnak véltük, hogyha nem jött a gyülekezetbe. Holott mi a feladat? Hogy halljon róla. És ha nem tudsz róla beszélni, az se gond, élj úgy. Észre fogják venni. Meg fogják látni azt, hogy megráttatik rajtad a Krisztus. Ábrahámnak mit mondtak a csontpogányok? Azt mondják, hogy figyelj, mi tudjuk, hogy Isten veled van. Hát honnan tudják? Ki volt ledlámpálva írva rá? Vagy én az Úré vagyok? Nem. Hát onnan, hogy látták, hogy viselkedett Lóttal. Lótnak mit mondott? Lót választ te. Lótnak mit kellett volna mondani? De úgy is választok, hát te vagy az Isten embere. Ne szórakozz már, meg különben is miért menjek én el? Mondd meg, miből kell megtérjek. Megbánom a bűnöit, nem akarok én elmenni mellőled, hát csak hülyeséget teszek. Lót mit mondott? Szétnézett társcsővel, katonaival, jó részletesen, és azt mondja, én a Szodomát szeretném választani. Ner lovak szeretnék lenni. Ezt nézzétek meg, mi lett vele. Ezért, drága barátaim, Krisztus népének ezért van egy nagy passzivitás, mert figyeljetek, még egyet dolgot hadd említsek, mi az igaz istentisztelet? Mi az igaz istentisztelet? Amen. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket. Mi nekünk mi a képzettünk az igaz istentisztelről? Igaz istentiszteletről. Bejövünk. Ki hogy? Van, ahol csöndesen, van, ahol hangosan. Leülünk. Jön a koreográfia. Dicsi. Tapsos, zenés, táncos, lassú, lágy, szomorú, mély, kosár megindul már ahol van lába, mi levágtuk neki mind a kettőt. Megy a koreográfia. Nem ez az igaz istentisztelet. Azt mondja, hogy igaz istentisztelet, meglátogatni az árvak, amikor adsz magadból, amikor embere vagy valakinek. Ez az igaz istentisztelet. Ez egy egészen más műfaj. Csak mi úgy érezzük, hogy akkor valamiből kimaradunk. Ott ülsz egy betegágy mellett, mert be tudsz menni hozzá, mi azt hiszük, hogy valamiből kimaradtunk. Hú, hányszor volt az, hogy mi lesz velem, lemaradtam az alkalomról. Jön a villámcsapás, stb. Semmi nem jött. Átélted először, mikor lemaradtál az alkalomról? Volt olyan időszakod? Nekem volt. Szörnyen éltem, meg azt hiszem, hogy vége van a világnak. Hát Zoli, nem vagy ott. Hát egyrészt nem is fog lemenni az alkalom, mert nem vagyok ott. Hogy mennem áll-e? Nélkülem. Hát nem tudják összerakni a kockát. Nincs ki kirakja a széket, stb. Simán lemegy. Egészen más gondolatunk van, és ez az ige arra hívja fel a figyelmet, hogy a gondolkodásunkban meg kell változni. Csak felhívom a figyelmeteket, hogy ezt nem lehet másképp, mint elszántan. Ezek az emberek elszántak voltak, nem dobták le a beteget, nem kezdtek el veszekedni, nem oszlatták fel a tömeget, nem hívták ki a rendőrséget, hanem azt megkeresték azt az egy utat. Egyet tudtak, hogy Jézus elé fogják juttatni. És figyelj, Jézusba pedig bízzál. Nem azt mondta Jézus, hogy megbontottátok az Isten tisztelet rendjét, kovácséknak szétszettétek a tetejét, mi lesz itt, stb. Nem ezt mondta, hanem mit csinált? Figyeljetek, ránézett, és azt mondta, hogy figyeljetek, olyan szép, hogy szól hozzá. Olyan, azt mondja neki Jézus, fiam, megbocsátottak a te bűneid. Figyeljetek, kik háborogtak ezen, azok, akik nem értették. Tudjátok, miért mondta Jézus először, hogy megbocsátottak a bűneid? Mert az ember, aki ott feküdt, az azt hitte, amit az akkori tanítók mondtak nekik, hogy te azért fekszel, mert bűnös vagy, mert átkozott vagy, mert ilyen vagy, mert olyan vagy, mert amolyan vagy. Ennek az embernek mikor, miért nem tudott volna, ha azt mondja neki Jézus, gyógyulj meg, figyelj, mai napig nem áll föl. Miért tudott, jó, most mondod azt, de hogy nem, Jézus nem fölállt volna. De miért tartotta fontosnak Jézus a sorrendet? Azért tartotta fontosnak, mert fel kellett szabadítani először, hogy ő nem bűnös. Őnek Isten megbocsátja a bűneit. Figyeljetek, mi sokszor olyan zord Isten elé vezetjük az embereket. Nekünk egy megbocsátó, egy bűnbocsátó Isten elé kell vezetni az embereket. És nem más elé. És ez az ember, figyeljetek, ezért tudatos volt Jézusnál. Ugye kik kapták erre fel a fejüket? A farizeusok. Mi az, hogy megbocsátod a bűnöket? Tudjátok, mi volt a legmegdöbbentőbb? Hogy azok, akik oda mentek kenyérért, halért, meg csodákért, meg jelekért, azoknak fogalmuk se volt,
hogy ki az embernek a fia. A farizeusoknak mi volt a tragédiájuk? Az, hogy nem ismerték az igét? Nem ez volt a tragédiájuk. Az, hogy nem jártak alkalmakra? Hát nem igaz. A 7 napból 8-szor alkalomra mentek. A tragédiájuk az volt, hogy nem ismerték az Istenüket. Hiába imádkoztak, hiába fizettek tizedet, hiába, miért? Mert nem ismerték. Nem volt ismeret. És ami a legrosszabb volt, hogy olyan megáltalkodottak voltak, hogy amikor még nyílt tényeket mutat be az Isten fia, arra is mit mondtak? Így söpörték le az asztalról. Az a vakember, aki születése óta vak volt, nézzétek azt, mire használták fel. Arra használták fel, hogy Jézus ellen bizonyítékokat szereznek, hogy ő szombatnapon, meg ilyen, meg olyan napokon gyógyít. És ezért, barátaim, ma sokan cipelik a betegségüket, a nyomorúságukat, és nem részesülnek gyógyulásban, nem részesülnek szabadulásban, mert egyszerűen hiányzik belőlünk az az elszántság, ami csak arról szólna, hogy hallják meg, hogy mondjuk el. Mondd el, hogy veled mi történt. Nem kell neked attrakciót bemutatni. Nem kell neked meggyógyítani, nem kell neked megszabadítani. Tudjátok, a gyógyulás is miért nem történik meg? Mert mi úgy akarunk oda menni, hogy meg akarom gyógyítani, de nem tudod. Hát ha vért köpsz, akkor se tudod. Hát nem a te dolgod. Neked mi a dolgod? Hát az, hogy illetve hogy meggyógyuljon, azért figyeljétek, Jézus mit kérdezett? Ettől az egy embertől nem kérdezte meg, hogy meg akarsz-e gyógyulni. Miért? Mert látta, hogy a másik négy az úgy viszi a vállán, mint a húzat. Ugye itt a nagy kérdés, hogy mit tudsz csinálni a gyerekeddel? Hát, legyél ilyen, mint ez közül a négy közül egy. Hordozd. Imában, szeretetben, együttérző szeretetben, még a legmegáltalkodottabb időszakában is hordozd együttérző szeretetben. Sokkal könnyebben meggyőzöd ezzel. A cselekedetek, amiket lát, a sokkal meggyőzőbb egy ember számára, mint amiket hall. Nagyon sokszor szülőként a szülői tekintélyünk, vagy keresztényként a keresztény tekintélyünk nagyon sokszor nem azért megy tönkre, mert az emberek nem keresnék az Istent, hanem azért megy tönkre, mert nincs összhangban a cselekedetünk, és nincs összhangban a beszédünk. És ez egy nagyon nagy eltérés lett. Az elszántság ma nagyon-nagyon hiányzik, ma nagyon kell az elszántság, nagyon kell az ilyen négy barát, nagyon kell. El tudsz menni barátnak, ha az volt mindig az álmod, hogy barát szeretnél lenni, menj el barátnak, legyél a négy közül egy, lehetsz barát. Még ha karizmatikus vagy, akkor is lehetsz barát. Menj el barátnak, legyél a négy barát közül az egy, aki elszánt, együttérző, szeret. Ez egy nagyon fontos, átveszik ennek az embernek az egész életét, sorsát. Ezért, mikor azt kérdezett, hogy valóban, és különösen azoknak mondom, akiket elsodort a világ, nagyon sokan interneten hallgatnak, akik külföldön vannak, testvérem, ha tudsz négy mondatot az evangéliumból, abból az országból vagy, akkor mondd el, hogy hallják az emberek, hallják a svédek, az angolok, a stb. Ugye a második legnagyobb város, magyar város, London, ott is hallják az emberek. Elmondod nekik. Ennyi a te feladatod. Nem kell őket csörcsbe terelni, nem kell őket megkeresztelni, nem kell őket, hagyd őket, csak hallják. Ez a lényege, hogy az Isten igéje kimegy, és elvégzi azt, amiért kiküldték. Miért nem tudja az Isten igéje elvégezni azt, amiért kiküldték? Hadd mondjam egyenesen, jó? Mert belepofázunk. Azért. Mert ő kimegy, és majd megcselekszik, de nem úgy van az. Sokszor megdöbbenek, hogy például elmond az ember egy másfél órás prédikáció, vagy a tanítás, akkor ott a 23. perc, 14. másodpercnél, ott hibáztál, testvérem, hibáztál. Ott. Tényleg? Csak most mi lesz? A te Istened mit csinál velem? Meghalok? Megnyílik a föld? Azon már túlmentünk. Ha most hibáztam, kimondtam, hogy belepofázok, és nem nyílott meg a föld, akkor túlmentünk. Akkor megtérhetek belőle, és mindig megy ez a húz meg, erez meg, stb. Nem tudjuk magunkat. A gyülekezetekben ma különben nem azért nem szeretnek járni az emberek, mert mindenkit megloptak, azért nem szeretnek járni az emberek, mert nincs szabadság. Nincs az, hogy szabadon, hogyha jössz, örülnek neked, ha nem jössz, örülnek neked. Ha szolgálsz, örülnek neked, ha nem szolgálsz, örülnek neked. Ha ülsz, örülnek neked, ha állsz, örülnek neked, hogy örülnek azért, mert vagy. És kész, és ennyi, és nincsenek elvárások. Ha adsz, örülnek neked, ha nem adsz, még jobban örülnek neked. Értitek, ez megbénította a közösségeket. És kik az Isten fiai? Akik szabadok. Hát hogy tudsz úgy szabadságban ülni egy Isten tiszteletben, hogy mindig azt várod, hogy ki néz, mi néz. Én a vezetői imaalkalmakat azért utáltam a legjobban, mert mindig fikázták az imáimat.
De ez nem volt jó, testvérem, nem ezért kell imádkozni, hanem azért kell imádkozni. Hát mi az öreg anyád között van hozzá, hogy én miért imádkozok? Hát az az én szívemből jön föl az Úrhoz, azt majd én tudom, hogy mi jön ki. Hát ne turkálj te az én szívembe! És testvéreim, ez egy megrázó esemény, hogy elveszett a szabadság. Ezért, tudjátok, voltak olyan összejövetelek, tudjátok, mi volt a legnagyobb szabadság? Elmondom, mikor kiléptem az ajtón és beültem a kocsimba. Édes Istenem, mondom, na akkor kezdődjön az Isten tisztelet. Ez volt a legnagyobb szabadság. Fölemeltem a kezemet, mondom, Uram, családom, ránéztem, mindenki vigyorog. Hát mondom, miért nem az autóba tartottuk az összejövetelt? Mi mentünk mibe a terembe? Hát az autóban sokkal jobb volt. Ott legalább szabadok voltunk. Szabadság nélkül az Isten fiai, nem szabadok, nem Isten fiai. Csak a szabadok az Isten fiai. Nem tudsz Isten fia lenni, ha nem vagy szabad. Ha nem vagy szabad arra, hogy elmondd, ami a szívedben van, ha nem vagy szabad arra, hogy letérdelj, ha nem vagy szabad arra, hogy dicsérd az Urat, ha nem vagy szabad arra, hogy felemelj, akkor nem tudsz Isten fia lenni, mert meg vagy kötözve. És ezért az evangelizációval is testvéreim meg voltunk közöttve, hogy mi nem barátjai, nem együttéző szeretet, hanem csináltatták velünk a verklét. Hozd be az embert, hozzátok be, menjetek ki, hozzátok be az embereket a gyülekezetbe. Milyen gyülekezetbe? Hát nem az Istent kéne megismerjék? Aztán utána majd eldöntik, hogy mi a gyülekezet. Nézzétek meg embereket, évtizedeken keresztül szocializáltunk gyülekezetekbe, ma így szétfújta őket, az embereket a világ minden tájára a szél. Mert jön, ahonnan jön, megy, ahová megy, fölébredtél, és másnap már Honoluluba vagy. És mivel megtanították nekünk azt, hogy hogy kell egy gyülekezetben működni, csak mit nem tanítottak meg, hogy hogy kell az Istennel működni. És ezért ott vannak az emberek magukra maradva, összeroskadva. Miért? Hát nem, mert nincsenek meg azok a megfelelő kapaszkodók. És ezért nagyon fontos, hogy mi ilyen barátok legyünk. És ez miatt ma nagyon sokan cipelik a betegségüket, mert hiányzik az együttérző szeretet. És ezt én javaslom nektek, hogy ezt érdemes átgondolni, érdemes átgondolnotok. Dicsőség az Úrnak. Ugye a gyógyulással kapcsolatban mi mindent megteszünk, hogy halljuk, hogy valaki gyógyít, kenetes ember, ha meghirdetnek valahol, még mai napig trükköznek ezzel, meghirdetnek gyógyító alkalmakat, ilyeneket, olyanokat, rengetegen mennek oda, és figyeljetek, mi történik, az történik, mint itt is történt, hogy meghallották, hogy gyógyító alkalom van, és mit csináltak? Elállták az ajtót a bámészkodók. Testvérem, ez történik a gyógyító alkalmakon. Elállják az ajtót a bámészkodók, és ez egy nagyon, nagyon rossz dolog. Nem tudom, hogy miért dumálok itt, aztán közben látom, itt megy a telefonom, újra megyek. Ez azért sok lesz, csak hallom minden magamat a pulpitusból. Most hirdethetnék csodát, hogy csoda történt, két helyen vagyok egyszerre, itt is, meg a pulpitusban is, de nem az a hang volt. Ezért testvéreim, nagyon fontos az elszántság, és nagyon fontos, hogy ma még ugye a magunk dolgai miatt nincs meg bennünk ez az elszántság. Ma annyira, ez is egy ördögi trükk, hogy annyira lefoglal téged, meg annyira leterhel téged, hogy tulajdonképpen még saját magaddal szemben sincs meg. Csak gondolj a saját magaddal szemben, hogyha négyszer-ötször imádkozol és nem kapod meg, akkor úgy vagy vele, hogy jó, keresünk valami más célt, ez biztos nem akarja. És ezért nagyon fontos az elszántság, pedig az ige tele van ilyen biztatásokkal, és ezt a négy barátot azért olvastam föl, mert körülbelül ilyen elszántnak kell lennünk, én azt gondolom. És ha ilyen elszántak vagyunk, és így gondolkodunk, akkor meg fog tudni változni az emberekhez való viszony, és az emberekkel való bánásmódunk, és az emberekhez való hozzáállásunk is. Dicsőség ezért az Úrnak. Úgyhogy ez az ige, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot üzen ma. Ugyanaz a helyzet van, szükség van a gyógyulásra, szükség van a szabadulásra, nagyon nagy szükség van, de nem ilyen csodagyógyítók, meg ilyen távgyógyítókra van szükség, hanem értsd meg, hogy ez onnan indul, hogy te hitre jutottál, te megismerted az Istent, utána te, akit megismertél, arról beszélsz, a másik hall róla, aki hallott róla, annak vagy hit, vagy nem gyúl hit a szívébe, ezt már nem te kontrollálod. Ha hit gyúlt a szívébe, akkor ő is tudja, hogy kihez kell imádkozzon, és kit kell segítségül hívjon. És ezért ez a történet, meggyőződésem, hogy ezt a folyamatot mutatja be. És amire még fel szeretném hívni a figyelmeteket, így a legvégén, hogy Jézus Krisztusnál egy nagyon fontos dolog van, hogy egyszerűen a gyógyulásnál nem alacsonyabb rendű a bűnöknek a bocsánata. Tehát a legelső helyen áll a bűnöknek a bocsánata. Ez áll a legelső helyen. Ezért mindent megtesz. Ha ez az ember bénán ment volna el, figyeljétek, ott volt a lator. A lator nem él többet a földön.
A Lator nem tudta jóvá tenni a dolgait. A Lator nem tudta bebizonyítani, hogy megváltozott. A Lator nem tudott jót tenni. A Lator nem tudott semmit igazolni a cselekedeteivel. Mégis azért, mivel találkozott a legfontosabb, az utolsó pillanatban találkozott a bűnbocsátó Istennel, ezért a Lator elsőként sétált be a paradicsomba. Még aznap Jézussal besétált a paradicsomba. Miért? Hát azért, mert Istennél a legelsődleges dolog a bűnöknek a bocsánatás. Értsétek meg, az emberek nem jutnak bűnismeretre, hogyha nem hallanak. Ha csak felekezeti teológiákról hallanak, nem jutnak attól bűnismeretre. Bűnismeretre arról akkor jutnak, hogyha hallanak Isten igéről. És te úgyse tudod lebeszélni őket a bűről, hanem egyszerűen ők majd a hit elvégzi ezt a szívünkben. Úgyhogy a saját életünknek én azt gondolom, hogy rendbe kell jönnie Krisztussal, mert sok a tehetetlen, testileg, lelkileg tehetetlen ember, és ezért, amikor azt kérdezed, hogy nincs szolgálatod, mit csináljál, én csak arra szerettem volna felhívni ezzel az igével a figyelmet, hogy ne a klasszikus megoldásokba gondolkodsz, hogy majd elmész egy gyülekezetbe, és ott majd szolgálsz. Dicséretbe, mit tudom én, bepakolsz, mit tudom én, technikát csinálsz, mit mondjak még, kaput állsz, vagy állsz, már nem is tudom mi az, szóval kapuálló, őrálló, biztonsági őr, inkább security, stb. Szóval ne ilyenbe gondolkodjál. Értsétek meg, ugye, ezért Isten ma már nem hiszem, hogy enged ilyen klasszikus megoldásokat, mert közben úgy rendeztük mi be a szolgálatokat, annyira berendeztük mi a saját magunk elképzeléseinket a szolgálatokat, hogy amit Isten, ami miatt Isten küldött bennünket, arra úgy annyira nem maradt idő. Voltam egy helyen szolgálni egy másik felekezetben, és megnéztem a heti programjukat. És hétfő reggel indul náluk a sztori olyan 6 óra magasságában ima alkalommal, és vasárnapig, minden nap, de minden nap 3-4-5 program van, mit tudom én, óvodások gyurmáznak, nyugdíjasok kötnek, férfi nyugdíjasok célba lőnek, női nyugdíjasok, mit tudom én, fánkot sütnek, tehát minden, aminek amúgy különben köze nincsen Krisztushoz, de jó a fánksütés, tehát nincs az a gond, félrenétsétek, csak le van terhelve a 168 órájuk, és akkor ugye csak feltettem a szolgálónak a kérdést, hogy van-e arra lehetőség itt a ti gyülekezetetekben a hívőknek, hogy az Isten elé menjenek, csak úgy ők, csak úgy maguk. Csak úgy, hogy marad-e szabad estéjük, amikor úgy ők vannak az Úrral. Hát nincs, de nem is kell nekik, mert hát itt a gyülekezetben itt van az Isten. Hát de miért otthon nincs ott az Isten? A kocsitban nincs ott az Isten? Az Isten nem itt vagy ott van, hanem az Isten benned van. Hát képzeld, hogy milyen rosszul érzi magát, hogy nem szólítjuk meg. És nem adjuk ki magunkból azt, ami bennünk van. Ezért testvéreim, legyetek barátok! Legyetek a négy barát között, és legyetek kitartóak, és egyszerűen érdemes átgondolnunk, hogy amikor azt mondod, én nagyon sok olyan levelet kapok, hogy mit csináljak, hogy csináljam, miért csináljam, minek csináljam. Testvéreim, ez az evangélium hirdetés. Ez az evangélium. Figyeljetek, ezek az emberek, tudjátok mi a megdöbbentő? Ennek a négy embernek nem tudjuk a nevét, nem tudjuk, ki fia borjai voltak. A négy emberről azt se tudjuk, hogy őnekik volt-e valami problémájuk, egyet tudunk, hogy ezek nem mozdultak. Figyeljetek, még egy jelenségre följöm a figyelmeteket. Azt mondja Jézus, hogy eredj el, fiam, így kezdi, fiam, eredj el, megbocsátottak a te bűneid. Ugye mindenki áll. Hát két kérdés volt. Hogyan eredj el? Hogyan? Négy barát ott áll. Jézus nem azt mondta nekik, na jó, most már foglalkozzatok mással. Közben hallja a farizeó. Farizeusok azt mondták, hogy ez kellemetlen, ez nagyon ciki. Tudjátok, miért kötöttek bele a farizeusok? Egy kicsit élvezték, hogy Jézus nem tudja meggyógyítani. Egy kicsit élmény volt nekik, hogy na megbocsát, milyen kamu, eredj el, megbocsátottak a bűneid. Azt mondja, jó van, megcsíptük a csávót. Mit van, mi nem tud gyógyítani? És akkor Jézus hallgatja a szívüknek a gondolatot, és azt mondja, hogy na fiúk, akkor így egy záró kérdés így az alkalom végére. Mi a nagyobb? És akkor felteszi nekik a kérdést, mindenki hallgat. És utána azt mondja, na most akkor fiúk, rátok már nincs szükség, négyötökre, köszönöm a hitet. Figyelj, a négy ott maradt, mert csak egynek mondta, hogy eredj el. A négy ott maradt, utána már lehet, hogy kérte a saját dolgait, és az egy meg mit csinál? Engedelmesen hazamegy. És lezárult az alkalom. És ott maradtak a nagy kérdőjelek. Figyeljetek, Jézus nem folytatta tovább a történet, ugye megmondtam, ugye én vagyok az Isten fia. Egy percnyi bizonygatás nem volt. Azt mondja, hogy kezdj azzal, ezzel az egész estével kezdj azt,
amit akarsz. Dönts jól, vagy dönts rosszul. Maradj a régi vágáson, és akkor lehet menni evangelizálni, meg evangelizációs heteket csinálni, meg bőtheteket, meg imaheteket, meg stb. Stb. Csak azért fáj, hogy tudom, mert mikor kimondom, akkor mindig mondjuk, de mi, nem baj, értsetek meg, nem baj, csak nem ez a hatékony. Hanem a hatékony az, amikor emberi szeretettel egyszerűen álhatatosan ott marad az ember. Figyeljetek, ha a mi imáink, ha a mi démonüzéseink, ha a mi szellemi harcaink, meg sorolhatnám tovább, amiket megcsináltunk az életbe. Ha ez tényleg, tényleg ez az út, és ez az, akkor itt ma nem kéne, hogy betegeknek legyenek. Én amennyi betegre rátettem a kezemet, és amennyi démont kiűztem, itt az összesnek már rég el kellett volna pusztuljon valamikor a 2000-es évek elején. És világméretekben ütjük-vágjuk ezeket. Az összesnek el kellett, hát listánk volt, testvéreim. Régiek emlékeznek rá, Diamond listánk volt. Meg volt sorolva, keserű, még mai napig tudom, keserűség, harag, neheztelés, gyűlölet, mantráztuk, mint a izé, a jógi, Tibet felsőn. Csak mi nem volt benne? Együttérző szeretet. Csak az hiányzott belőle. Többi mind benne volt. Ezért nézzük meg ezt az evangelizációnak a módját, és ugye múlt héten, hogy kapcsolódik ez ide, és ez a záró mondatom, múlt héten arról beszéltem nektek, hogy lesz egy nagy evangélium hirdetés. Máté evangélium azt mondja, hogy az utolsó időkben ez az evangélium végig fog söpörni az egész világon, de csak ugye múlt héten is erre hívtam fel a figyelmet, hogy az az evangélium hirdetés már nem neked szól, aki itt ülsz. Neked az szól, hogy vegyél részt abban az evangélium hirdetésben, és te mondd el, hogy a másikak meghallják, de az nem neked szól, hogy jaj, de jó, az nem. Neked ez szól, ami ma van. Az meg majd annak fog szólni, aki bennül a kocsmába, és fizeti a söröket a többieknek. De abban te kell lesz, hogy azt elmondjad, mert azt mondja Pál, hogyha nincs kitől hallják, akkor mi lesz? Tudjátok engem, miért búzdít ez az utolsó idők nagy evangélium hirdetése? Elmondom miért. Mert bennünket össze-vissza a helyekről jövő tökfejekből az Isten olyan embereket fog csinálni, akik úgy fogjuk mondani, hogy be se fog állni a szánk. Már rég csipog az óra, és még mindig dumálsz. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ezt a történetet ilyen szemmel is nézzétek meg, és gondoljátok át, ahogy Pál mondja Róma levélben, változzatok el a gondolkodásmódotokba, hogy ha nem működött, akkor ne erőltesd. Ha keresed az utadat, rengeteg ember van, aki éhes, beteg, szomjas, éhezi az igazságot, ne győzd meg, ne akard gyülekezetbe terelni, ne akarj neki szolgálatot, feleséget, férjet adni, lovat, paripát, áldást, felejtsd el, mondd el, amit te hallottál az evangéliumra, és bízd rá, az Isten kiküldi, elvégzi, megcselekszi. És igen, kalkuláld be, hogy lesznek olyanok, akiket ez nem érdekli. Ez mindig is voltak, hát ez nem most terült ki. Mindig is voltak. Figyeljetek, nem azt mondta Isten, hogy minden ember meg fog térni, hanem azt mondta, hogy az az ő akarata, hogy minden ember megtérjen. De nem azt mondta, hogy mindenki meg fog térni. Csak ő személy szerint nem áll ennek ellent. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket, úgyhogy mi úgyis nem véletlenül profétikus volt 8 évvel ezelőtt, baráti társaságot alapítottunk. Ezt sokáig nem használtuk, mert egyházként működtünk, de most újra baráti társaságként működtünk, úgyhogy gyertek, legyetek barátok. Alakítsatok 4 fős baráti társaságokat, de minimum 2-3 főseket, és végezzétek el azt a feladatot. Ha mai naptól kezdve kérlek nekem ilyen leveleket, ne írjatok, hogy mit csináljak. Márk evangélium, 2. rész, 1. vers. A 4 barát közül legyél te az egyik. Vidd a nyoszóját, tedd a dolgodat, és majd az Isten elvégzi a többit. És dicsőség az Úrnak, ezek az emberek, akiknek a nevét nem tudott semmi, olyan jó, tudjátok, olyan jó dolog név nélkülnek lenni. Olyan jó, nekem évtizedekig annyi minden volt a nevemen, és most mióta így nyilvánosság előtt szolgálok, meg ugye mióta otthatom az Anyaszentegyházat, úgy voltam vele, hogy megteszek minden óvatossági lépést, hogy ne legyen semmi, amivel zsarolható legyek, úgyhogy nincs semmi a nevemen. Semmi. Ezt az inget tudjátok elvenni, meg a gatyát, de itt az asszony odaadja az övét, meg nektek is látom, van kabátotok, úgyis ha 2 van, az egyiket odaadnátok, tehát nem. És most megváltozott a lakcímem, és mert eddig nagyon, nagyon furfangosan más lakcímen voltam, hogy majd én átvágom a sátánt, aztán rájöttem, hogy miért vagyok én más lakcímen, most már nem azok az idők fújnak. És olyan jó volt, tudjátok, hogy nem kellett sehol semmit módosítanom, hogy bejelenteni, hogy most lakcímváltozás történt, stb. Mert tulajdonképpen nem vagyok senki. Nincs semmim.
És ez egy felszabadító érzés volt, hogy nem kellett senkinek módosítani a címet, mert aki akar, az megtalál, és nincsenek olyan kötelezettségeim. És ezért ez egy nagyszerű dolog így az Istenben lenni, hogy nincsenek ilyen kötelezettségeid, hanem tudod azt végezni, amire az Isten elküldött. És ezt kívánom teljes szívemből nektek. Imádkozzunk befejezésül.